Szervuszt, Sirius vagyok, ez pedig nem más, mint a szerda esti stream, ami egyben olyan úgy néz ki, hogy a hét utolsó adása is. Lehet, hogy nem így lesz, lehet, hogy nem így lesz, de sajnos lehet, hogy így lesz. Szóval, viszont, ennek ellenére tökre örülök, mert legalább ez összejött, és ez... rossz dolog van megnyitva a második számítógépen. És ez pedig nem más, mint egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király közös Sea of Thieves-ezés. A múlt heti Sea of Thieves-ezés után szabadon. Elméletileg Papival, meg Marissal, meg Zsótival. A kérdés az, hogy Papi vajon elfelejtette-e? Nyilván ugyanezt a kérdést feltettem korábban Zsoltival kapcsolatban, hogy Zsolti vajon elfelejtette-e? Maris meg feltette velem kapcsolatban. Hogy van a hátad? Hogy van a felséged szeme? És a gyerek? A gyerek köszöni szépen jól, a többi az arról inkább ne is beszéljünk. Minden, értitek, majd nem tudom. Akkor nem az Only Girls Team. Hát nem. Papi beleírta a címben. Na jó, akkor egyértelműen tudjuk, hogy Papi se felejtette el, csak be kell fejezni azt a kört. Nagyon cool. Na, cool! Senki nem felejtette ennek, tökre örülök. Végre egy jó kis stream, hosszú, nehéz és szenvedős nap után. Ez egy hosszú és nehéz nap volt az én részemről is egyébként. Ez viszonylag biztos. Illetve képzeljétek el! Rakéta tempóval pattintottam a gyereket a személygépjárműbe, hogy átvigyem a nagyszülőkhöz, hogy ezt a streamet meg tudjam tartani, és esetleg még enni is tudjak előtte. És valahol az M0-ás fölött hajtva jöttem rá, hogy a jogsit otthon hagytam. És vagy bármilyen másik iratomat is. egyetlen egy papír volt nálam, az az autóforgalmia, illetve ez nem igaz, mert a biztosítás igazolása is nálam volt. Egyik sem az én nevemre szól egyébként, úgyhogy... úgyhogy nem mondom, hogy nem volt ott az a kis zapszem a popomba. Tudjátok, nyilvánvalóan soha nem állítottak még meg rendőrök, meg ezen az útvonalon... soha nem is láttam még rendőrt. De azért... halvány elképzelni, az volt a tervem egyébként, hogyha véletlenül megállítanak, értitek? Egy, megpróbáltam... nagyon biztonságosan vezetni, úgyhogy hazafele annyira siettem, hogy csikorgó kerekekkel könyörödtem ki egy kereszteződésnél. Nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy megpróbáltam nagyon óvatosan vezetni, és az volt a tervem, hogyha megállít a rendőr, akkor tudjátok így lehúzom az ablakot, soha nem állított még meg rendőr, nem tudom, hogy zajlik egy ilyen. És amikor így behajol és így azt mondja, hogy nem tudom, vezetői engedélyt, forgalmit, akkor átadom a forgalmit, és azt mondom, hogy minden másra hagytam, mit kell ilyenkor csinálni, mert halvány elképzelésem sincs. Megyünk börtönbe? Na mindegy, szóval... szóval that's it. De mindegy, itt vagyok, sikerült ennem is egyébként. Sikerült ennem is. Úgyhogy minden készen áll egy jó Sea of Thieves-ezésre. Na, végre sikerült levennem a némítást magamról. Hello! A lábizéiddel. Azokon annyira gondolkozom. A lábizéimmel vettem le, de hogy az van, hogy kézzel tettem rá. Tehát, hogy az applikációban kattintottam, és akkor úgy kicsit nehezebb tudod levenni. Hmm. Én most tudod, mint gondolkozom nagyon? A Camlink Pro-n. Az mire jó a Camlink Pro? Az 4 HDMI-be menet. Nem azért kell nekem egyébként, mert növelni szeretném a HDMI bemeneteim számát. Hát de neked van 2 külső izéd. Van, kamerát. Viszont az alaplap ja. USB kezelője nem bírja, és nem lehetnek egyszerre bekapcsolva. És nagyon szeretném valahogy azt megcsinálni, hogy le tudjam, tehát hogy a streamet felvegyem, tehát ugye streameljek, a streamet felvegyem kevert képre, és a streamet felvegyem csak gameplay és csak facecam formátumban is. És ez fantasztikus lenne, ha ez nem... Tehát, hogy most jelenleg úgy van összerakva ugye a stream technikám, hogyha az oldalsó kamera megy, mint ahogy most megy egyébként az oldalsó kamera, akkor a szemben lévő kamera ki van kapcsolva, és ha a szemben lévő, mert nem maga a kamera megy, csak az OBS-ben a forrás, és ha a szemben lévő aktív, akkor az oldalsó van kikapcsolva. És egyszerűen nem tud menni a kettő, nem, ugye? Nem tud. De várjál, igazából rekordolni az oldalsót nem akarjuk.
Nem, az oldalsó sose szeretnénk rekordolni. Sose szeretnénk rekordolni. Aztán igazából amikor, amit rekordolni akarunk, az a szemben lévő kamera. Igen. Azt meg a gameplay. Nekem erre van egy plugin. Van egy plugin, de nem működik. Nem. A source record erre gondolsz? Vagy a source record. Nem indul el a felvétel, és szerintem ez lehet, hogy azért van, mert nem aktívak a source-ok éppen mindig. Mert ugye amikor kezdem a streamet, akkor az oldalsó kamera látszik, és sem a gameplay, sem a kamera, a szembeni kamera nincs bekapcsolva. Mm. És nem hát vagyok ugye, benne biztos, akkor, hogy ez akkor a recordot csak akkor szabad megnyomni, amikor már éles. Hát vagy átállítani, közben, és igen, akkor jó, úgy beállítani jó. A plugint, hogy akkor recordoljon, ha a plugin maga az be van kapcsolva, mert ugye tudod, ezt ki lehet, nem plugin, hanem filterként, ugye ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni, és ugye be tudok állítani arra komplexebb gyors gombokat, hogyha arra a színre váltok, akkor, de hogy ez, szóval, hogy egyszerűbb lenne, ha mindig be lehetne kapcsolva. Kamera, Viktor? Ez meg a másik kérdés, hogy mi az Istennek kell nekem ennyi kamera egyáltalán? Tudod, hogy nem igazából azért, mert szerettem volna épített hátteret, meg amúgy van egy csomó szép legó, mi az Isten csinálok tudom, velük, tudom. Ha nem mutatom meg? Igen. Sziasztok, közben beléptem, nem tudom szabad-e. Halló, Maris! Hello, hello! Én itt nézegettem egy ideje, hogy ki mikor streamel, láttam, hogy a papi még mással játszik, úgyhogy csak ilyen komótosan jöttem. Nem kell sietni, nem kell sietni, nem meg... Nem ja, igen, mi nem tudom, nem vagyunk annyira pontosak. Zsolt, itt nem streamelsz? De, elméletileg streamelek. Kubucs, nagyon én szépen köszönöm az öt ajándék szabot, és gratulálok Majónak, meg Overlordásnak, meg Alunnak, meg Forrest Dávidnak, meg Lost My Hatnek, és nagyon én szépen köszönöm Kubucs, nagyon király vagy. Ezek voltak a 160-dikig up to ajándék szabjaid, nagyon király vagy. És köszönöm szépen Enter the Wise a 24 hónapot, mert két éve, hogy itt költöttem az első fizetésem egy részét, és nem bántam meg, ugyan a két év alatt nem sok streamet tudtam időt szakítani, viszont ha idő engedi, igyekszem bepótolni VOD formájában, keep up the good work, nagyon szépen köszönöm, és nagyon király vagy. Gyula, köszönöm szépen a 25 hónapot, és Demian, köszönöm szépen a 29-et, és Mantu bácsi, köszi szépen a 4-et. Nagyon-nagyon királyok vagytok, srácok, nagyon szépen köszönöm. És papira várunk, ő lehet, hogy még valami nagy lövöldözéses szerintem benne van még, igen, a körben. Ő tudja, hogy jönni kell. Tudja, kérdeztem a nézőket. A címe, igen. Ja. Úgy vadászott szárazon és vizen. Vajon? Benne mindig a kamera, csak nem lenne mutatva a streamen. Nem bírja az adatforgalmat, az alaplap. Szaggat a kép. Igen, szerintem ránk tud joinolni, illetve itt megragadnám az alkalmat az előző streamből tanulva, hogy indítottam Gruppen Squad stream tingit. Hogy igyekezzünk már elfogadni. Ó, köszönjük, igyekezni. Már is. Csak ha elfogadjátok, elindítom. Már is. Óriási elfogadásokban vagyok. Azt mondja, közös közvetítés. Képzeld, Maris, toltam egy solo Sea of Thieves. Na, és milyen volt? Streamet, és neki mentem egy vörös koponyás eventnek, ilyen... A tornádós? Nem, hanem a Fort ilyen, of a Fortune, fort, a legnehezebb. A legnehezebb fortnak, és amúgy nem sikerült volna, tehát hogy a hazugság lenne azt jelenti, hogy sikerült volna, mert a bossoknál jártam már, amikor duplán jön a boss, tehát a második boss körnél. Amikor már elfogyott az ágyúgolyóm, meg a kajám, szóval, hogy már ott gondok lettek volna amúgy is. Mikor is megérkezett egy három fő squad? Jaj. Ja, és nyilvánvalóan visszacsomagoltak a túlvilágra. És aztán visszamentem boss utáni, és visszacsomagoltak még egyszer a túlvilágra. Én azt hittem, hogy ezek a délelőtti szóló streamek nálad olyanok lesznek, hogy én kis chilles, mercsantozol, vagy ilyesére Viktor, neki megy a legnehezebb. Hát ez volt, de hogy konkrétan ez volt a terv, és úgy nézett ki, hogy fel is vettem, tudod, a láda eladós, nem tudom, zászlót, tudod, amitől többet fizet a láda eladós, hogy most itt nagy láda gyűjtögetések lesznek, mit tudom én, és aztán kimentem a hajóra, felnéztem az égre, mondták a nézők, hogy de hát az a legnehezebb fort, visszasétáltam, levettem a zászlót, felvettem a másik zászlót, és... Megkőztek akkor, az a lényeg. És ezzel telt a stream teljes egészen.
Amúgy azt elmesélitek nekem, hogy honnan jött a fekete Jézus kifejezés, ha jó név, mert én lemaradtam azokról a régi short streamekről. Ezzel gondolkozom én is, hogy ez egy nagyon hosszú történet. Az biztos, azt hogy... se tudjuk, hogy hol kezdjük. Igen, biztos, hogy benne van az, hogy, hogy fekete hajót akartunk. Nehogy az én streamem keresztény, és nem káromkodunk, és fekete hajót akartunk. Ez a ebből a kettőből jön össze. Igen, igen, azt hiszem a keresztény ezt streamek nem értem. Miatt. Az a, szóval nyilván nem kereszt, tehát hogy... Szóval, ugye ilyen, nálunk nem, én nem káromkodok a saját streamemben. És nem azt mondom, hogy ez így tudod kötelező mindenkinek, mert nyilván nem kötelező, meg nyilván mások stream, de hogy ha így van rá lehetőség, akkor meg szoktam kérni azokat, akikkel együtt streamelek, hogy ha lehet, akkor ők se káromkodjanak. És akkor ez Zsolti egy idő után úgy fordította, hogy ez egy keresztény stream. Ugye? Ugye bár? Ezt ragasztottuk a stílusra, erre a vonalra, igen. Erre az irányra. Igen, igen. Értem. És akkor hát valahogy ebből nem lett a fekete erre a Jézus. Nem számítottam, valami fekete-fabb dologra számítottam. Hát azért van párhuzam a Szamárháton érkeztem a városban, a Neba... Ja, igen. Valahogy te valami azzal is a Family Guy epizód, biztos emlékeztek rá. A Black Jesus, az megvan már is, az nincs az rész meg. Most ezen gondolkozom, de szerintem nincs. Pedig a legtöbb évadot azt... a legtöbb évadot azt láttam, de most nem rémlik. Ja. Úgyhogy egyébként Viktor, kaptál egy invet? Hát ez a baj, Zsolti, hogy nem kaptam. Zsolti? Ó, kaptam invet, jó, kaptam meg. Attól függetlenül, hogy a többiek nincsenek bent, elindítod, létszél, és akkor veszek addig szuplájokat, aha. Cukros néni? Amin. Szóval, ja, Sanci, kicsit visszatérve a kamera kérdésre, hogy nem mehetnek egyszerre. Tehát, hogy nem bírja hardveresen. Én arra gyanakszom, hogy az USB kezelő chip nem, de nem tudom ezt így egy az egyben megmondani. De hogy az Istennek nem sikerült. És akkor azt sikerült rávennem, hogy én két eszköz működjön. Tehát, hogy egyszer a capture kártya, és az egyik kamera, hogy capture kártya, és másik lebeghetne a szemünk előtt célként az, hogy azt a 100 000 aranyos előző session-t megdöntsük. Azért az nem volt szar. Hú, azért az egy komoly cél. Igen. Én nekem sajnos ma is időben kell majd indulnom, mert a gyerek a nagyszüleinél van, aztán kitérnek a hitükből, ha nagyon későn veszem fel valószínűleg. Tehát én nem tudom, ilyen 8:45 körül legkésőbb nagyon el kell startolnom. Akkor lehet, hogy skippelni kell ezt a célt. Ja, sorry. Semmi gáz. Kezdet megműtötték a szempont, hogy te szemét. Úristen. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Ki vagyok az ilyen szemben turkálós dolgoktól. Ja. És ez amúgy olyan műtét volt, hogy szemüveges volt eddig, és amiatt, amiről vagy... Nem. Nem. Is mondja Viktor, akkor meg se kérdezem, hogy mit akarok kérdezni. Hát a sztori eleje az, hogy nem régen csináltatunk neki új szemüveget, nem tudom, mit tudom, fél éve, vagy ilyesmi. Mert ugye kellett, hát így időnként kell. És megjött az új szemüveg, és azzal is homályosan látott. És akkor nyilván visszamentünk, hogy hát szerbusztok, gondolkoztatok már azon, hogy mi lenne, ha nem szar munkát adnátok ki a kezetekből. És akkor átnéztek mindent, meg ellenőriztek mindent, és akkor kiderült, hogy a szemüveg azok a szerep alapján, az adatok alapján készült, amik alapján kellett volna neki, és az adatok pedig jók voltak. Tehát úgy értem, hogy azok pedig újra mérve is ugyanazok, amik kellenek az ő szemének. És akkor kezdtünk el aggódni, hogy akkor lehet, hogy valami más baj van, és kiderült, hogy van egy genetikai betegsége, ami miatt foltosodik az egyik szemén a retina. Ilyen foltok keletkeznek rajta, és ugye azért lát homályosan, mert ezek között a foltok között kell gyakorlatilag kinézni, vagy nem tudom, ez így elég hülye hangzik, de értedek. Aha. És akkor erre nyilván mondták így az orvosok, akiknél volt, hogy nem kell aggódni, ebből nem lehet megvakulni, mert a foltok között mindig ki fog tudni látni, csak nagyon rosszul. De ezek a foltok nem mozognak, nem, igen? Nem, ezek ilyen, nem tudom pontosan neked elmondani, de ilyen, hogy ezek így rajta van. Van köze a hályokhoz ennek? Nem, nincsen.
És az a baj, hogy ez így ez így fáj is. Ez, tehát, hogy, hogy emiatt így nagyon fájt neki, meg mit tudom én. És akkor hát azt mondták, hogy ezt egyetlen egy dologgal lehet műteni, ami a retinatlan transplantáció, amire mondtuk mi is, meg ők is, hogy jó, hát ezt akkor hagyjuk a retekbe, mert hogy... Hát ez elég veszélyes. Ez nagyon invazív, igen, meg most így jelenleg nem tud megvakulni, de úgy meg tudna, és... És akkor, de ettől függetlenül volt egy időpontja, mert hogy szóval magámba jutott be végül szemészhez, de volt egy időpontja 3 hónappal későbbre az államiba is. Valami nagy szaktekintélyhez. És akkor úgy döntöttünk, hogy hát akkor nem mondjuk le azt az időpontot, hát ha ő mást mond. És akkor bement hozzá, és akkor így mondta, hogy ó, oh, hát ő megműti lézerrel, nincs semmi baj, levakarja a tetejét, az jó lesz. És így mondtuk, hogy oké, de hogy eddig nem beszélt senki arról, hogy ezt lehet műteni. Így ez az első, ezt most halljuk először. És szóval, hogy az van, hogy nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy Magyarországon egy ember van, aki tudja, hogy ezt lehet műteni, aztán nem tudom, ha hozzá kerül szól. Ezért fontos több szakember véleményét kikérni. Így van, igen. Pitó Csepp az ő esetében, mert... Mert hogy ő ugye szoptat még, szóval ő nem szedhet akármilyen fájdalomcsillapítót. Szóval, hogyha az orvos egy kicsit mondjuk ezt így jobban belövi, hogy mit jelent az, hogy lehet egy kis kellemetlenség, akkor mondjuk egy év múlva csináljuk meg. Mert amúgy meg, te érted, hogy amúgy nem kellett sietnünk ezzel, meg értek, tehát ilyen semmi ilyesmi nem volt. Úgyhogy ja, izgalmak. Leginkább. Mindig van valami. Ja. De ha minden jó, hogy akkor utána okés lesz a dolog. Jaja, jobbulást. Meg köszönjük. Akkor örülök, hogy úgy látszik, hogy ez megoldódott. Jézus játék! És akkor azért is mondtam Marisnek, amikor kérdezte, hogy streamelünk-e Sea of Thieves-t, hogy hát haver, ahogy ez a hét kinéz. Én ebből bármit, kinézek, de konkrétan bármit. De hála az égnek jól alakult. Menjünk? Hát azt döntsük el, hogy mit csinálunk, mert én lopkodom még itt a hordókból a dolgokat. Egy pillanatot szeretnék kérni. Új, meg akarom nézni, mivel hogy... egy játékosunk nincs itt, ezért annyi pillanat áll rendelkezésedre, amennyit csak szeretném. Bármit tudok-e már venni a hajóra? Nem még, igaz? Én képzeld, megcsináltam az egyvitorlás hajómat. Nagyon szép munka. Mi lett a neve? Mit is mondtál? Chihuahua of the Seven Seas lett volna. Nem fért ki. De hogy ez nem fért ki, úgyhogy elég sokáig kellett sakkozni, úgyhogy Chihuahua OT Seven Seas lett a vége. Ez az. Mert nice. Hogy ez volt a maximum, amit sikerült bele sakkoznunk. Szia Flo! Zsolti? Léci, engedélyezed azt, hogy a hajóddal bármit tudjak csinálni, mert akkor rakok be pár cuccot, meg vásárolok, escape, és akkor my crew, és ott van valahol, hogy azt hiszem talán a legfelső, hogy engedélyezed, hogy a hajóhoz hozzáérjenek. Captain's permissions. Allow crew to customize your ship. Ebben én biztos vagyok? Nyugi, nem trollkodok, csak veszek fontos dolgokat. Oké. Engedélyeztem. Azt nem néztük meg, hogy van-e Reaper. Lehet, hogy van Reaper. Akit le lehetne vadászni. Akit le lehetne, hát az úgy működik. Nincs. Hát de fél, majd a tele leszünk. Tele lesz a legénység. De amúgy nincs semmilyen zászló. Viszont van egy vörös koponya. Igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy Viktor kedvenc World Eventje a láthatáron. Revenge! Második kör! Jaj. Nem lehet Pyro. Képzeljétek el, nem lehet egyébként száma névben. Ami teljesen felháborító. Tényleg. Hát mennyire rövid lett volna fura. A Seven Seas. Igen, hát ez tényleg fura, miért? Igen. És ilyen telefonszámok lennének a nevek. Elméletileg nem lehet benne különleges karakter. Nem tudom, hogy a számok mióta számítanak különleges. Na mindegy, szóval nem lehet benne ilyesmi. És akkor most fel tudod tölteni az ágyú készletet, meg ilyesmit, Maris azt csinálod? Igen, feltöltöttem, meg vettem a merchantnál is, úgyhogy most van nagyon sok cucc, meg rakok be asztalt,
És azt én hogy tudom? Megnézem én is, hogy... Közben valaki, aki nézi papinak is a streamjét, hogy igen, a másodikra kell kattintanod. Aha, supply, aszondi, hogy aszondi. Lehet kaját venni, kukacokat venni. Amennyit horgászni szoktunk? Az sem nem vittük túlzásba az utóbbi időben. Hát nem nagyon. nem na nagyon. Jó, ennek örömére. Be is dobom a csalimat. Amúgy múltkor beszéltünk a Fort of the Damned-ről. Aha. És azt mondtátok, hogy lenne kedvetek megcsinálni. Egyébként beletekergettem azt hiszem a Victor streamjébe, és ott írták ketten, hogy elvileg már megcsináltátok egyszer a Fort of the Damned-et. De az, hogy lehet, hogy nem emlékeztek rá. Vagy ők keverik valamivel? Vagy ők keverik valamivel, vagy mi nem emlékszünk rá. Hát, jó. Azért nem ez lenne az első eset, hogy tudod így, nem tudom. Csináltunk valami, szóval az van, hogy mint ezt bizonyára hallhatod, nagyon ritkán használunk szakzsargont a Sea of Thieves világában. Szóval lehet, hogy Fort of the Damned, és mi meghívtuk, nem tudom, annak a szarnak. És akkor így, ilyenkor így tudod így, annyira nem... marad meg, hogy pontosan mit csinál az ember. Illetve azt sose felejtsd el, hogy a nézők a cseten nem. Szóval ők tévedhetnek. A nézők a cseten nem. Ilyen, ők így nem. Csak nem. Láttam, hogy milyen hal kapott rá azért a csalira. Ezt eddig is láttuk, nem? Feliratos volt. Papi tudja, hogy mi már itt bent vagyunk amúgy? Szerintem sejti. Én ráállítottam most a nézőket, hogy valaki nézze már meg, hogy mi van papinál, meg hogy halad, de nem érkezett válasz. Nem tudom. Még... Én közben dekorálom itt. Nehezítettek a horgászatom, vagy én vagyok béna? És? Nem tudom régen milyen volt, most ugye mindig az ellenkező irányba kell húzni, ez... vagy az egérrel, ja, vagy az AVS-ével. Ez pontosan ugyanígy volt. Ennyit tudott a horgászat régen is. És amikor elfárad, akkor tekerni kell fölfelé. Azt írják, hogy van valami, amit meg lehet nézni. Benne van még a körben. Jó, hát valószínűleg akkor elindulunk majd. Szóval, hogy meg lehet nézni valahol. Fire it log. A piszok! Eltöri a botomat! Ez valami nagy kövérhal. Vagy nem kövér annyira? Hol kéne nekem ezt látnom? Nagyon kis fürge. Na jó, most már aztán fejezd be? Úgy kupán vágom ezt a halat, ha kifogom. Szerintem ezért nem akar. Oh, micsoda képeket rakott ki Maris a falra? Hát ez mennyire cool. Igen. Hát mennyire hangulatos! És itt egy kis bonsai! Hát én ezt nagyon élem. Na majd én mindjárt megmondom, hogy milyen az. Rózsaszín, úgyhogy óvatosan hozd magad le hangulatba, mielőtt jössz. Fekete nincs. Dark Civis, kösz szépen 13 hónapon. Na már megpróbálok akkor ilyen dark cuccokat kirakni. Amúgy ugye van ez az új rendszer, hogy milestone-ok vannak, hogy mit tudom én, lehetsz tízes abban, hogy canonokat lősz, canonbollokat, és akkor, hogyha tízeset eléred, mit tudom én, most mondok valamit, 1000 canon kilősz, akkor kapsz egy ilyen képet. Szóval erre való ez az új milestone-os rendszer, ez hogy ilyen trinketeket lehet gyűjteni. Szerintetek kinek húzott el a hala? What? Megcsinálták a fortot! Ezt meg lehet gyújtani? Vagy csak eltűnt, az is lehet, hogy csak eltűnt. Ah, az is lehet, igen. Szóval azzal... Oké, átfogalmazom. Eltűnt a fort! Várjatok, én is vettem valami... Ha nekem is van ilyen trinketem, azt ki tudom rakni? Ezeket te vetted, Maris? Igen. Ezeket meg lehet gyújtani? Vagy nézd, Zsóti, ez a trinket tetszeni fog! Ottan, mi? Ott, nekem olyanom van. Wow. Ez az. Nagyon szép. Abszolút szinten van mindennel, azt hiszem. Mellé rakok egy ilyen csontváz között. Egy hal csontváz. Nagyon szép. Na, hát ez így mennyire tematikus.
De nézd, Zsolti, a te kedvedért raktam ilyen félelmetes halloweeni dekort a kapitány szoba bejáratához. Igen, ezt akartam, hogy ez világít, vagy mit csinál? Nem, ez csak ennyi. Ó, oh. Pedig milyen menő lenne, hogyha világítana a szeme? Hát de így is milyen menő. Tessék, ja. Egy kicsit hálásabbnak lenni. Maris idehoz egy halom cuccot, kidekorálja az egész hajót, az világít! Nézzétek pedig, meg világítana. Nézzétek meg a konyhát. Konyha? Igen, konyha is más. Igen. Itt a Galleonon rengeteg trinketet le lehet rakni. Wow. Azt nézem, hogy fentre az árbockosárba lehet-e, most végeztek papír. Megőrülsz. Fentre az árbockosárba lehet-e tenni trinketet, de ha jól látom, tehát akkor ezeket a cast iron serpenyőket is raktad le, a kis tányérokat, a csontokat, meg a kis táblát. Igen, igen, ott minden. Ó, a fűszereket, minden nagyon meleg. Hát ez mennyire menő. Hm? Most ha tényleg fognom kéne egy halat akkor, hogy megsüssük. Hello! Ez itt nagy kemperek voltak, és nem tudtunk elszabadulni. Gyíkok. Így van. Nem ti, hanem ők. Igen. Figyeljék magukat. Mosukok. Az van, papi, hogy mindig, amikor nézem nálad a hunt, mindig megjön papír tőle a kedvem hozzá, és aztán mindig rájövök, hogy... Jó, én sosem akartam venni pár arcot, hogy játszak vele, aztán egy lesz töltve. Valamikor nyomhatnánk együtt. Szóval, hogy akkor mindig rájövök, hogy gyakorlatban, hogy nem annyira. Ja, lehet, hogy beszállnénk, hogy tudjátok, meg legyen az aktuális. Rájövök, hogy nem annyira az én világom. Elrettentő session. Jó, egyébként a Tarkov is így indult, hogy néha emlékeztettem magam, hogy mennyire nem szeretem ezt a játékot, igen, és aztán egyszer ott maradtam. Tényleg? Meghívtak, és akkor jövök szívesen, mert már ben vagyok a Gameszkóban. Nem tudsz Xbox.com Zsoltira csatlakozni? Mindjárt megnézem. Mi ben vagyunk már a lobbiban aztán. Maris szégyel, és olyan csöndben van. Maris! Itt vagyok, papikám! Koncentrál! Koncentrálok, trinket lerakásokban vagyok. Hogy van, jézus, elnézést, nem akartalak megzavarni a lakberendezésben. Itt éppen keresek félelmetes dolgokat a Zsoltinak. Nem tetszett, Zsolti szóvá tette a rózsaszín bonszájt, igen, ez nem tetszett neki. Most lecseréltem egy koponyafejre. Úgyhogy most nem láttam azt a bonszájt, megnézném, mielőtt döntök. Az egy szép bonszáj. Nagyon szép bonszáj. Csak hallottam, hogy rózsaszín, aztán mondtam, hogy nem biztos, hogy tetszeni fog, de megnézném előtte. Mielőtt most leraktam egy másik helyre. Tényleg ez a nyári szünet utolsó streamje. Srácok, másoknál is legyen rossz kedve mindenkinek. Ez a nyári szünet utolsó streamje. Bizony, én is már elmondtam itt. Ez a Viktor milyen kedves. Cseszen, hogy holnap mehetek iskolába. Oh no! Holnap már suli lesz. Mm-hmm. De durva. Tudod, mindaddig, amíg tudnak fűteni. Én azt mondom, hogy azért... Az nem lesz sokáig. Az ősz közepén megint távoktatás lesz. Jó, van, akkor nem veszem ki a délelőtti streameket. Voltam hétfőn, játszott élen a gyerekkel, azt épp ott tartottak valami barátkozós első osztályosoknak, mert mint hogy akik lesznek majd első osztályosok, és tudjátok, ott áll a tanárnő, és így csütörtök öregen, 8-ra várunk mindenkit ünneplőben. Mondom, jó, nem változott semmi. Megsüljön. Én az asztalra ittam magam, úgy láttam-e. Tudtál csatlakozni? Na, papi megérkezett. Igen. Azt ez egy trófihal. Beszony. Jó, megsüljön a trófihalat. Hogyha... Pup. Süljé! Na nézd, Zsolt, itt a bonsai fal. Jó, Isten, ez kilóg. Nézd csak. Olyanra találkoztuk, hogy már meg se ismernélek. Hol a bonsai? Ott is van egy bokor, itt. Na nem van. De király ez a bonsai. És tényleg itt van ez a képek. Mennyire menő már. És itt a bonsai. Jó, én azt mondom, ez itt elfér. Azt mondjátok, hogy igazából nem is Maris, az igazi Maris, és csak egy impostor. Jó, ez itt elfér. Úgy van itt füstölő, meg minden. Mélyebb, nagyon mint jó. Életem értelme. Vagy lehet, hogy mutáltam, amióta nem találkoztam. Ja, mutáltál? Beszálltak, amiknek le kellett szállnia. De figyelj, hogyha majd újra Mulánt énekünk együtt élőben, akkor felismersz újra. Adom. Csak most ne annak az embernek a szülinapján, úgy emlékszem. Hú, nem emlékszem, hogy kinek volt, de... Jaj, jó, oké. Igen. Ugye, hogy ez, az lehet, hogy ez nem jó.
Igen, még fényképek, még ilyen festmények is vannak. Ja, nagyon hangulatos lett a hajó. Na, van kedvetek ez kihajózni, vagy Jézus, most szimszezünk? Én azt mondom, hogy menjünk akkor rá erre a szére. Mi volt ez? Port of the Damned. Igen. Az ja, pont tudom, az öt cucc, ami itt van tessék. Tőlünk. Papi azt mondja, hogy az rég volt, tehát már csináltuk. Hát nem. Csináltuk? Port of the Damned. Nem az a... Az, nem amihez színeket kell gyűjteni. A lámpásba színeket. Hát igen, azt csináltuk. Köszönöm annó. Szépen, magyar munkamegosztás. Hát segíteni kell, na! Ja, várjál, mindig a nők dolgoz. Ja, ne haragudj. Elindultunk! Nem rajtunk múlott azért a srácok. Na. Szóval az... Vitorlákat sérbe! Az első, amit meg kéne szereznünk, az a rózsaszín fény, mert az a legbonyolultabb, ahhoz ugye találkozni kell valakikkel. PvP-ben meghalni. Mi? Tehát, hogyha megöl egy enemi, akkor tudom fölvenni azt a lángot a túlvilágon. A hajón, ugye? Hát, vagy fogjunk és szerzünk egy robbanó ládát, amivel felrobbantjuk magunkat. Az PvP-nek mi lesz? Ez egy új zene? Ez tetszik. Tőrő. Képzeljétek el, rá kell jönnöm, hogy a Sea of Thieves contentek komment szekciójában viszonylag dominál a játékos pajtás keresés. Irányítja valaki a hajót? Nem tudom, kicsit olyan, mint a jobbra dőlne, és egyébként szembe van egy és szembe van egy szikla. Igen, azért kérdezem, mert az egy nagy kő. Ja. Elmegyünk közte. A mi elhatározásunk az sziklánál szilárdabb. Elsülyeztetetlen. Csikkes, kösz szépen 7 hónapod. Valószínűleg igen. Arra látok fényeken. Én hajót nem látok sem erre. Ja. Hát hajót én sem, csak fényeket. Itt vagyok. Hogy egy város lenne, vagy valami. Egy sziget. Szóval nem tudom, ha valaki akar játékosokat keresni, akkor komment szekcióban keresse a játékosokat. Sokan akarnak játékos pajtásokat keresni. Jó, várjátok, akkor rossz az irány, ugye? Le kell mennünk. Én befele mennék egyébként kelet felé, minél beljebb, hogy találjunk másik hajót, hogy arcon tudjuk lépni. Most nincs. Látok egy hajót előttünk, kicsit jobbra. Kicsit jobbra. Valószínűleg lepakolni akar. Ez az. Az egy brig, ha jól látom. Mm-hmm. Csak azt hiszi, hogy le akar pakolni, de mi pakoljuk? Igyatok alkoholt! Láttunk hajót! Melyik nem most kell berúgni? Nem ja, mi, nem a streamben, a nézők így jön a alkoholt. Igen. Megvan a hajó. Képzel, papi, annyi ágyugójót vett nekünk Maris, hogy nem is tudom, mire készülünk. Az egy háromfős hajó? Háborúra! Igen, háromfős. Freedom! Készüljenek, matrózok! Akkor már nézik is valami golyón. Hogyan lehet kiválasztani, hogy milyen ágyúgolyót megvan? Szép nap ez a halálra! Meg is jelzem nekik, hogy itt nekik fájdalom lesz, ha jussuk. Amint rájövök, hogyan kő. Na várjál, hogy tudunk segíteni, Zsóti? Jó egy az picit, irány. Egy picit húzzunk fel a vitorlákból. Hát a minden egy erős szó. Ó, lőni kell! Lőjétek! Nagyon nem jó! Matrózok, elaludtak! Hát nem elaludtuk, csak nem találtuk el őket. Nagyon szép, egy találat. A varázságyugolyókkal. Hát én ezt előttem, amiket nálam voltak a retekbe. Ó, megfordultak hirtelennyiben. Húzzunk fel a... Ne húzzunk fel. Vasmacskás forduló. Most fordulunk egy vasmacskásat, igen, mehet. Akkor mindannyian kellünk, hogy felhúzzuk. Mi? Ők eltaláltak minket. Mehetünk! Mivel találtak el minket? Kirobbantottak! Amivel lehúztak a vitorláinkat. Igen. Segítsetek az ankort felhúzni. Már húzzuk. Mert hogy én épp segítek. Nyissuk a vitorlákat megfelé. Búzák! Okay. Ott van, én töltöm a dolgokat. Az vitorlát is húzzátok le! Én jobbra fordulnék, Zsóti. Ne kell kapnom. Arra fordulunk. Valami. És leengedem a vitorlát, vitorla leengedve. Jó, tudom, hogy nagyon elkapott minket a lendület, de szeretnék emlékeztetni mindenkit. Én kilőttem magam hozzájuk. Hogy igazából meghalni akarunk amúgy. Igen. Igen, azért jövök, hogy meghalljak. Húzzunk fel egy picit a vitorlákból. Nem fogok. Waving Cobra, bármit is jelentsen.
húzzunk fel a vitorlákba, húzom. Ne, jól néz ki! Ne! Mennyire jól néz ki! Fotozzák a hajót, matrózok! Oh no, lement a vasmacska! Ti most tizjátékoztak? Hát, lehet, hogy azt is. Nem sebez? Nem. Mert akkor lehet, hogy én nem jót csinálok. Nem, a tűzijáték nem sebez, papi. Oh. Well. Akkor keresek olyan golyót, ami jó. Megvagytok? Nincs gond? Mert akkor én megöletem magam közben egy szápával. Jó, ölesd meg! Ja, nagy gond nincs, csak olyan közöttem. Vigyázzanak, mert megmérgezték a kaját. Ugye? Jól látom, hogy megmérgezték a kaját? Megmérgezték a kaját? Olyan, olyan itt van fönn az ember! Pusztulj! Na jó, az én hajómon nem vagyok hajlandó meghalni. Tehát az kizár dolog. Én közben komótosait megszereztem a kék szint, egy cápa. Meghaltam! Ne élesz fel! Figyelnék, de nem tudom. Nem élesztelek? Jó, jó, hozzad a rózsaszín fényt. Hozom a rózsaszín fényt! És aztán megmondjuk nekik, hogy itt van a prank, bro! Miből van ez a tankos ember? Itt van a prank! Halod a csábót, háromszor lőttem meg. Itt van a plank, bro. Hogyan tudom elvenni a fényt? Oda tartod, jól, és akkor F. Megvan a fény. Nekem is az fényem. Ledurantottak. Nem jók a hangok, fiók, amúgy süllyedünk? Ja, lehet, lehet, ja. Töntem a izét, a hajót, aztán lelőttem. Meglángolunk, ha ez is érdekel. Vagy már nem lehet menteni a hajót? Remélem, lehet menteni. És akkor ebből lesz rózsaszín? Nagyon jó. Ó, már nem nagyon lehet menteni a hajót, ők lőnek minket azóta, nem amióta... Nem baj, bekit. Én próbáltam. Ja, hogy már elsüllyedtünk. Szerintem még lehet. Szerintem az rekt. Ez rekt. Amikor voltam, akkor még nem voltunk még ilyen. Matróza. Oké. Nem vagyok büszke. Megvan a fény, Zsolti. Intentional suicide, úgy hívják. Na, megyek. Arra a hajó! Elvesztettük most az összes ágyúgolyónkat, meg az ilyeneket, amit Maris vett nekünk? Szerintem mindent. De olyannyira, hogy nem tölt vissza. Szerintem a fekete Jézust is nem tudom. Lehet, hogy az is meg lett rektelve. Titeket visszatöltött? Engem nem tölt vissza. Én azért, mert már új helyre megyünk. Na, ezt akkor így jól kezdtük. Kaptam egy achievementet. Holy. Itt a Jézus, jól van. Maris duplán átgondolja híve minket jövő héten? De várjál, ez a Jézus, hát nincs ráírva. Csöndbe megsirattam a 30 ezer, vagy ennyi szuplán. Nincs ráírva. Mi? Eddig se volt, ezért kérdeztem, hogy ez a Jézus, azt hittem ez Maris hajója. Jól indítottad egyáltalán Zsolti a lobbit? Mi? Ez nem a Jézus, hát nézd meg. De, ez a Jézus. De nincs rajta a név, kiválasztottad a hajót. Ez azért van, mert azt mondtam, hogy más is csinálhat a hajón dolgokat. Nem tudom, de ez nem a Jézus. De hogy kiválasztottad, amikor indítottad, nincs, nincs nem? Igen, igen. De fullosan. Ez csak egy Jézus impostor. De ezt választottam ki, ezt a hajót, a fekete Jézust. Jó, nincs, hát akkor nem tudom. Akkor jó, oda képzeljük. Na, sőt, ugye ott van az izé is, a napló, meg lehet nézni. Ez a fekete Jézus. És ott van, hogy 21... Mondjuk a neve nincs most benne a naplóban. Ugye? Mondtam. De ott van, hogy meglátogattuk a szigeteket, meg mit tudom én. Ez a fekete Júdás, én mondom. Na, menjünk, és akkor veszek én is egy adag supplyt, hogy Marisnak ne fájjon a szíve annyira. Nézzük meg a hordókat, hogy hát ha benne maradtak. Én lovable. Tele van egyébként, nem, szóval... Hát ez nincs az tele ahhoz képest, amennyi volt. Hát én pont ugyanazokat látom, amik voltak hát benne, amikor elkezdtem kizolni. Hát ebben 15 ágyúgó volt, és 90-nek kéne lennie. Hát egy kicsit megdézsmáltam. Ma azt írják a cseten, hogy ma játszottak, és nekik se írta a nevet. Ja, valami bug lesz ez. Dugos. Szóval igen. Ennyi, bekerült, kikerült, that's it. Mire készül, Matróz? Majd meglátod. Tűzi játék! Maris közben fönt áll, és így néz titeket. Hé, hey, én dolgozom! A Jézus Isten, mit csinál? Mit csinál ez a csapat? Állítom a vitorlát. I'm working here! I am the work. Most hallottok engem? Igen, most igen. Jó, oké, okay, oké. Okay. Elment a mikrofonom, elszállt.
Oh. Mondtam én azért, mert más volt a hangja, én megmondtam. Na, hol tudnánk itt venni dolgokat, mint egy pénzér? Oké, okay, délre. Keresünk egy kikötőt az event felé menet. Meg odafény. Jó, hát ha most megyünk Southra, akkor ott van egy kikötő. Southpost. Igen. Ja. Igen, menjünk egy outpostra, mert kelleni fog egyébként a fények... Mit csinálsz, pap? Ja. Kelleni fog a fények mellett... Begyűjtöm a rózsaszín. Koponya is. Az mi az? Azt itt csináltátok, ezt a piros flert? Én még, aha. Ja. Azt hittem, hogy jönnek. Hát itt el voltam. Nem, én lövöldöztem. Infantilis vok. Vok. Ok. Szóval, amíg nem volt mikrofonom, azt kérdeztem, hogy az hogy lehetséges, hogy kérdeztem, hogy minden rendben. Minden rendben, fiúk, elmehetek? Persze, feléletek, és elsüllyedtünk. És konkrétan. Hát az a helyzet egyébként, hogy nem tudom, de... kontrollálatlan volt minden. De... Én bármilyen parancsomat mondtam ki, megszekték a matrózaim. Én azt tudom mondani, hogy amikor én meghaltam, akkor még nem volt nagyon sok víz a hajóban. Ha egyáltalán. Tehát mi alul harcoltunk egy ellenséges kalózzal, aki összecsomagolt minket, annak rendje és módja szerint, by the way. Ez egy fontos részlet. És szerintem folyamatosan körözött a hajójuk körülöttünk, és szerintem folyamatosan lőtt onnantól. Rommá lőttek minket. Aha. Tehát amikor lett volna esélyünk eltalálni a három ágyúval, irányba voltak, akkor aha, elaludtak a matrósok. Én lőttem, ebben egyébként sajnos igazad van. És be voltak töltve ráadásul a mágikus ágyú golyók. Yes. Ez az outpost, ugye itt jobbra vagy, nem? Igen. Csak lehet, hogy az volt a hiba, hogy 6 ágyú golyóból, ami talált, 5 tűzijáték volt. Az egyik gondolom. Nagyon szép tűzijáték. Na, egyébként volt. Az, hogy mit gondolhatnak erről a harcról ők, az arra nagyon kíváncsi lennék. Ünnepélyes volt, én azt mondom. Majd következőre. Megünnepeltük a harc szellemét. Meg aztán a saját szellemünket egyébként fordítva. Igen, egyébként utána. Egy kicsit meghaltuk. Van itt valami speciális oldal, ahol parkolni akarunk? A parkoló.hu vagy mire gondol? Hát, milyen speciális most oldal? Annyira nincsen, random megállhat szerintem. Most egy kicsit, mondjuk ahhoz a nagy toronyhoz, ha megyünk, az é, hát jó. Hát oda megyünk, csak nagyon szemben van a szél, aztán soha nem fogunk elérni oda. Odáig el. Majd mindjárt kihúzzuk a hajót. Oda harpúnozzuk magunkat. Oda harpúnozzuk, majd mindjárt papi meg lesz az, még egy. Csak jól. Vigyázzon, kapitán, nem mert... Elég hosszú. Egy cikla is belerőttük. Látom, de szerintem nem megyünk neki. Bár nekem szólt egyetlen? Nem tudom. Hát maga van a kormány mögött. Ne, elossonunk itt mellette, minden rendben. Azért valaki vegyen magához deszkát. Megvan. Nagyon szép munka. Így mi meg se csodáltam ezt a szexuális férfi embert, nézzük meg. se szeme, se lába, na, de... de felmászik a padlásra, vagy... Úgyis van. Nem tudok kiszállni. Nagyon jó az irány, nagyon jó az irány. Mennek föl a vitorlákok! Tudokolok is ezzel, látom, te meg az ilyen japán művészet vagy. Csürje, banda! Vitorlák fel! Ne haragudj azért, ez most... Ez nem az a streaming site, jó? Megnéztem a dolgokat közelebbről is. Értem, hogy azt mondják, hogy a Twitch ilyen, de az nem olyan. Ez lehet, hogy kicsit lehet, hogy overkill volt. Olyan szépen beálltunk volna, elloptad a pillanatomat. Zsolti ankor függőségben szenvedsz. Nem, én csak pánikoltam. Még nem sajátítottuk el ezt az ankor nélküli életet, azt kell, hogy mondjam. Na. Kicsit mehettünk volna, már nem azért. Várjon már. Olyan 5-10 métert. Jó, mindjárt odaérünk. Egy ember jön velem, kész. Szépen a Prime-on tennénk, király vagy Ati? Hello. Most, hogy megtérdeltél térdett sebeivel, vagy megtisztelte a térdett sebeivel, veled tartom. Egyenesítse ki! Jobbra! Jó, már nem kell rögtön üvölteni. Most pont kell. Ne dobd ki megint a vasmacskát!
Megállunk anélkül is! Ennél a kedves néninél veszel, légy szíves egy... Jó. Azt mit? Ott felül a második oldalra menj rá, arra igen? koponyára, és ja. itt pedig a School Stash Voyage-t vett meg, légy cím, mert én már nem tudom, mert egy hónapban csak egyszer lehet, és én már vettem. Még egy, ami, hogy, ami ha van rá, oké, okay, és ha? Akkor most menjünk vissza a hajóhoz, és rakd fel a kapitány asztalra. Na, aztán melyiktől lehet venni itt az utánpótlást? Vagy a merchant. Úgy érzem, te már túl sok órát raktál be a játékba. Hamarabb arról kiértél, mint én mögül. Arról nem beszélünk, nem beszélünk mi? Captain Voyage? Ez mit tudom? Vagy sima Voyage? Nem, sima Voyage, és ott a School Stash. És kell nekünk még egy ember, aki majd leokézza, mert hárman kellünk. It's done. Oké, és én is beleszúrtam. Viktor, találtál? Vagy mondjam? Azt hiszem. Oké, hogyan tudtál elkölteni 30 ezeret? Ez még nincs meg teljesen tisztán. Itt kell okézni? Van a merchantnál is lehet venni kréteket, telekenonnal, meg fával, és ott vettem egy Canon krétet, uh-huh. egy Canon, vagy mi az, és akkor ezt be tudjuk tölteni. Úgy tehát, gyorsan aladni, igaz? Ja. Hogy csillognak valamik. Igen, én is azt néztem. Ütött kapott már a hajó, nem? Mint hogyha ott az első árbot én úgy látom, itt történtek dolgok. Vannak bajok. És ha vettem egy Canon krétet, Azt hol van? F-fel tudod elvenni a nénitől. Ah. Oh. Hó, mennyi varázs. Fasz. Tudom, erre az oldalra parkolok. Hát csugolyó. Varázs a gyugolyó. A varázs golyóim. És akkor megvettem... Nem. Az olyan, mint a Séf bácsinak a csokis sós golyói. Hát, a sós golyói vagy? You can lick my balls. Ajaj. A Séf bácsi golyói. Azaz. Szia, papi. Hello, bolyó. Az van, hogy életemben nem parkoltam még ilyen szépen. Igen, egyébként ez szép lett. Bizony, hát azért az én közbenjárásom is kellett ez. Mármint a két kézi fékberántásra gondolsz út közben? Persze. Na, találtam egy ilyet. Jó, 9-re tárgyúgó, ez már sokkal egy jobban. Egy ilyen Athéna zászlót. Ez nekünk jó lesz. Mit csináljunk? És ezt hova tudom látni? Ezt majd eladjuk. Ja, eladjuk? Azt hittem, hogy feltűzzük valahova. Nem, viszont kocsival mi megrakjuk fel a Reapert, volt már. Mert... Nanyi? Azzal éri meg. Jó, van, Tomi, jó mulatást! Amit fogunk csinálni. Mi a rákom, az a Reaper? Látnak minket a igen, a mappen látni fognak minket majd. Azt jelzi, hogy nagyon harciasak vagyunk. Igen, de nem probléma, mert úgy is látják majd, hogy csináljuk a Fort of the Damned-et. Papi, jössz velem, létszi. Hárman kellünk ahhoz, hogy felvegyük a Reapert. Aha. Üzi játék! De miért számolod ilyen sokáig az érméimet? Annyira pretty please, jó. Eskü megvan! Egyébként épp hogy, de megvan! Annyira jó az a tüzi játék. Igen, egyébként jó pofa. Valami csillog a vízbe. Az a tüzi játék? Nem mi? Kocsival még sose rántotta be Zsolti a kéziféken. Te hol vagy? Én nem ott vagyok, ahol ti. Fel van rakva a hajóra a fény. Nem én raktam fel, de a többiek felrakták. Hát ússon a fény felé! Na bocsi, itt vagyok. Ennél az asztalnál kell, ahol vagyok. Bojlertestük, ez szépen a 13 hónapot. Nagyon király. Nekem még mindig a pénzemet számolgatja. Nem hisz nekem a videójáték, hogy van pénzem. Úristen, hogy oda csaptam a kis bicskát. Aha, látom. Tényleg ott csillog. Van valakinél... Ide nyom egy F-et, azaz. És most felvettük a Reapert. Van valakinél... Jó, nálam van most. Ilyenkor Viktor megdoblak, és az neked nagyon jó lesz elvileg. Jó. Most oh, jó? Wow, tényleg elég jó volt. Igen, köszönöm. Zsolti meglövi. Most mehetek vissza vele beszélni, vagy az ilyen pofonért könyörgés? Remek.
valaki felhúzna. Csak kipróbáltam én is ezt az ízét. Megvárattad volna, hogy megegyem a banánt, ami a kezemben van. Gondoltam, hogy sebezlek. Most vettél valamit? Hát, yes, nem. Megpróbálom újra, mert úgyis arrébb tudtak. Jó, nem ezt akartam, de persze mondjál mindent magadról. Boldog szüli napot, Viktor! Boldog szüli napot! Ja, ilyen újra szüli napra gondolsz? Nem tudom, valamiért ez a zene megy. Jó, vettem még egy nagy kirétet. Aztán hozom majd még a többit is, csak értitek, legyen nálunk sok mindenből a sok minden. I see. Amit? Ne hagyjunk ilyen könnyen elsüllyeszteni. Hát, nézd! Az van, hogy a pénztárcám alján lévő aprót gyűjtögetem, szóval a végén visszarakhatnánk pénzt valamennyit bele. Az igazán menő lenne. Így igaz. Hú, szegény. Hajón kicsit megvan izzéve. Rottyamba. Ezt mondta, egy kicsit azért megvan már izzadva Jézus. Megindulunk? Nem még. Oké, ez megint nem az, amit akartam. A skult ezt ki kell lásni, ugye kaptunk most egy questet, mert papi vett. El kell mennünk valahova? Hova kell felmenni? Nem itt mennek. Itt lesz. Itt van. Szerintem Viktor hamarabb fogja megtalálni, mert én nagyon béna vagyok ehhez. Nem, arra megyek, de hogy megyek akkor arra. Pont a hátsó oldalon van, nem tudom, hogy lehet átmenni. Nem látom. Akkor te látod, hogy hol van? Elküldtél egy szegény Albertet. Látom, hogy hol van, de tudom, hogy hol van. Csak annyi, hogy nem tudom, hogy lehet oda átmenni. Mert ugye ennek a domnak a másik oldalán van. Ó, meg kell kerülni, nem? Yes. Yes. Van valahol egy szikla. Vigyázzam! Papikám, viszek neked ajándékot. Ó, micsoda! Egy koponyát keresünk, ugye? Igen. Aztán tudjuk majd a fortot elindítani. Nem. Vagy hát megpróbáltad. Én ne próbálnám meg. Hogy jöttetek erről? Itt körbe lehet menni? Igen. Hogyha vérzik, akkor ezt meg is lehet enni. Well. Yes. Nem így van a mondás? De. Good. Már nézlek a távcsőbe, mit hozol nekem, de nem látok semmit. A falsebemben van. Jaj. Nézzük a repülő Marist. Na, muti. Oh. Ez a koponya térkép, ez mitől lett? Ezt vette meg van papi? Igen. Uh-huh. Szóval visz minket? Ezzel fogjuk kinyitni majd a cuccat. Ezzel fogjuk elindítani a fortot. Oké, van egy fényünk, akkor most a többi fényt kell megkeresni. Tűzijáték! De szép, ilyen eshajnal csillan. Hol van? Nem látom. Ó, tényleg ez az összes fény kell. Összes fény kell? Az összes fény kell. Igen. Hát úgy, mint régen, nem? Az volt az az event, amit mi konkrétan akkor csináltunk, amikor bejött? Igen. Szerintem az az. Na, akkor csak csináltátok. Ja, akkor csináltuk, igen. Le kell halni villám csapás által, meg ilyenek. Ja. Igen, láttok valamerre vihart? Aha, én látok. Akkor jól emlékeztem. Kicsit félve. Mondom, hogy nem vagyok a hajón. Majd elhozod a kis halember. De a kis halemberre nem tudok vinni ládát. És egy ládányi deszkát hozok éppen. Wow! De szép. Agyai ládom a tűzjátékon. Ja, nagyon menő. Nem tudom, miért került be a játékba, de nagyon örülök neki. És ez nem kerül az adomba. Jaj, nekem az a kedvenc mérő, amikor írják, hogy szóval gyenge amikor forint, szépen a három hónapot. De legalább látványosan ég. Igen. Azaz. Srácok, miért lángol az egész hajó? Maris felgyűjtötte. Why?
Ez úgy volt, hogy magamat akartam felgyújtani, hogy megszerezzük a piros fényt, és közben papi felhúzott abban a pillanatban. Oh. Úgyhogy ez a gyújtogatás, ez nem ott a került, ahol szerettem volna. Se baj! Szerintem nagyon jól áll a hajónak így is. Elaltottuk. Igen, egyébként. Én meg csak jönök vissza, és az egész hajó lángol, de tudod, az egész. Egy kicsit olyan, mint egy jó konyha. Jó, miből van még? Igen. Van fulladásos halál, arra jól emlékszem? Azt hiszem, az is van. Nincs, az nincsen. Most szerzem meg a pirosat, a tűzzel, akkor vihar kéne nekünk a fehérért. Aha, az jobbra van egy vihar. Jobbra na, van, elmegyünk oda jobbra? El is indulhattok, mindjárt jövök, aha. Vasmacskát. Mi van lent a vasmacska? Szia Tank, hát szia Livi! Mert rád vártuk, mi az, hogy miért van lenne a vasmacska? Hát mert felhúzod a vitorlákat, nem megy sehova a vasmacska nélkül hát, sem. Dehogy nem, mert sodor a víz. Hát de időnk, mint a tenger. Meg a hullámok. Vitorlákat szélbe? Nyilván rögtön mutogatni kell. Igen, most már megy. És akkor a vihar? Bajzékel, igaz? Ez mi volt? Hát zajó levert egy deszkát, az volt szerintem. Megyünk a viharba, azt feltartjuk az ásót, no, nem? Valami ilyesmi. Valami ilyesmi volt, ja, felmegyünk ja, 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 az ja, ja. árbózkosárba, és az ásóba belevág a villám. A bénkű! Kicsit, ezt még soha nem hallottam, hogy az ásót tartjátok fel, de lehet, hogy ez is egy... Működik ez a valid dolog. Mi? Aztán... Hát az a kérd... Az, szóval, az egy... Plasmeheimen engineer. Kérdés, hogy... hogy más amúgy is beléd csöpe a villám, de hogy mi az ásót tartottuk igen. fel mindig, igen. Az ás a legjobb, mert az fém, az fémből van, aha. igen, abban könnyebben. Hidd el, ez igaz, hát ez 100%-on is működik, nem? Igen, igen. Hova tettem, srácok, a deszkás ládát? Kánon. Valahova leraktam. Én akkor addig, amíg odaértek, kiugrok, és megpróbálok egy cápás fényt találni, az a kéket. Remélhetőleg okay. nekem támít. Egyenesen a viharnak megyünk. Kapaszkodjanak, macsózó. Szinte biztos vagyok benne, hogy neked fog támadni egy cápa, ez a játék, ez olyan. Igen, egyébként olyan cápa. És ha meg a lodon öl meg, az milyen színű? Hát, ez... Cápa, nem? Az is kék, tehát minden, ami ilyen vízi élő lény, a szirénes, hogyha szirén öl meg, az is kék. A cápa, az is kék, és ha meg a lodon, az is. Na nézzük. Tűzi játék! A szivárvány tűzi játék. Hey! De szép! Hol a vihar? Én leestem a vízbe. Ó, tőlünk egy kicsit balra. Balra? Igen, lehet, hogy engem is elvisz majd a cápa. Oké, és akkor van már rózsaszín színű lámpásunk, azt jól látom? És akkor egyébként van piros, piros színű. Melyik a piros? A Far Cry 5-ben volt a legmenőbb az ásó. A kapitány szobába raktam. Kapitány szobába tetted. Aha, melyik megnézem. Gergely de Vajz. Nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon király vagy. Visszatértem. Hát ezt örömmel halljuk. Ó, megvan a piros is, jó. Hát ezt örömmel halljuk. Ennek én meg már mászok is felfeles, srácok, azt tartom az ásót a magasba. Egy torlák a cébe. Na, Maris harcban van. Megtaláltad a tengeri élőlényt, aki szeret? Igen. Igen, nagyon szeret a cápa. Tudja, hol szeret a cápa. Hami. Itt vagyok, hami. Nem vagyok jelent, vannak más szirének, akik nem barátok. Nem vesz meg. Hova raktad egyébként a piros fényt? Mert nem látok a hajón piros fényt, csak az a kapitány szobába. Á, hogy egy szobába is bele lehet rakni. Mire odérünk a viharhoz, addigra nem lesz vihar, én nem is tudom. Legyen vihar, mert én már kapaszkodom itt az ásomba. Amiről már megtudtuk, hogy felesleges, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, ez hogy nem igaz, hogy felesleges, ez fake info. Ha hiszünk benne, akkor hiszünk. Így van. A hit hegyeket mozgat meg. Erre fel lehet még ezt tartani? Nem mondom, hogy ez egy keresztényhajó. Keresztényhajók. Egy vihar. Meg benne egy sziget. Jézus fedélzetén vagyunk. Villámokat látok. Ki, ha mi nem. Meg egy ilyen nagy zöld, nem tudom mit. A hitünk visz előre minket. Vezérel. Nem dolgozza ki a játék. Mit? Hát ott balra van valami nagy zöld világító. Ja, oda megyünk. Ja, az egy fortress. Nem pont okay. az gyűjtjük? Vagy arra vagyunk nagyon jó. Valami. Miért nincs ez kidolgozva? Le van húzva? Recommend. Mythicalon van minden. Mythical, érted? Na, mindegy. Várjál, pár dolgot lehúzott valami cursedre. Elmegyünk egy kicsit balra. Jobbra van egy csontvász, ha jól látom. Jó, de ez messze van. Nem, igazából itt is belém csak majd a villám.
Gyere villám! Hogy tartottuk fel az ásót? Felett tartottuk? Mit a C-be? Nem dolgozta fel. Balklik? Esetlen? Hát arra ás. Miért ás? Valaki Balklik. Tud ripérelni, please? Megyek. Mit? Mit szeretné, hogy a vizet? Amúgy nem egyszerűen kormányozni ilyenkor a hajót. Lyuk történt. Megbalandult az iránytű! Történt. Nem működik! I like that. Megyek, betapasztom. Where's the lyuk? Én nem látok itt. Aristen! Pedig van. Itt hátul. Már csak... Igen? Jó, én kiállok a hajó orrába, hogy belém csapjon a villám. Úgy gyerekek, inkább éjszaka lenne, úgy még feelingesebb ez a vihar. Meg a hajó tetejére! Győzzön az, akiben hamarabb csap bele a villám! Este. Na, valaki belevágott már? A még ki. Nem. Szerintem használj lapátot, az működik az ásó. Kicsit balra kell mennünk. Nagyon komoly. Imádom ezt a játékot. Balra! Próbálkozom! Oké. Okay. Megyek Úristen. Fel. Kalipszó nem ha szeret te is jössz fel, akkor kijavítja meg a hajót. Megint beszakadta valami. Mi? Beszakadt egy deszka, azt lehet, hogy hallani. Én a kormánynál vagyok. Igen. Jó, megyek, megjavítom a deszkát megint. Hiszek benned. Vissza kéne fordulnunk a viharra. Itt vagyok az ásóval. Gyere villám, rám! Léci. Nem történt semmi. Ja, egyre tisztában. Megvagyok. Mi történt? Valaki ebbe levágott a villám? Meg, aha. Nagyon jó. Hát akkor a lapát na, hivatalosan akkor kotorjunk innen elfele. Megvagyunk? Kösz szépen, Schulz, egyébként meg hello. Fenébe. Mi van a lapáttal? Működött, én úgy hallottam, azt mondtam, működött. Igen, azt mondják, hogy a kard van nálad, akkor is simán belépjük. Kardat csináltam, igen. Na, akkor van, csak de hát a kard is fém, és még csak fanyele sincs. Igen, nincs fanyele a kardnak. Oké, kis markolata van, de abban van végig fém. Ez egy nem full fanyele. Igen. Oké, lehet, hogy azért ilyen mélyre nem ment a fizikája a Sea of Thieves-nek. Szerintem sem. Hú, majdnem kimentünk a térképről. Nem ez lenne az első eset. Igen, meg nem is az utolsó. És bajon vagy utolsó. Ne. Nagyon szép. Kell még valamilyen fény nekünk? Igen, kell zöld, ami csak annyi, hogy egy sima mob megöljön. Úgyhogy ha szembe megyünk, akkor lesz itt két sziget. Arra megyünk alapból valamelyik. Zöld a lámpád. Nem, sárga alapból. A skin, igen, hm? az... Igen, ó, nekem végig zöld van, ami volt. Zöld. Hát a koponya. Most már nem, mert rózsaszín, de egyébként... Az a, igen, az milyen koponyád van. Vettünk. Mi? Szóval milyen Zsóti, koponyád van? Itt a kezel nézzük. Vagy kikerüljük ezt a szigetet és a mögötte lévő, vagy ezt a szikla képződményt és a mögötte lévő szigethez igen? Parkolunk, vagy egy kicsit balra van egy kis aha, sziget. Ott az, nézzük meg azt a kicsit. Kicsit. A kicsit, akkor egy kicsit balra. Hát, ha lesz ott valami mob. És kígyómarás kell még a lilához. Kettőt egy csapásra. Meghalnánk ott, aztán... Belógott elém egy kard. Egy robbanó dolog. Ki áll közvetlen mögöttem? Ki áll itt láthatatlanul? Ó, papi. Kiállhatatlanok vagyunk, mi nem lehetünk azok. Oh no. Ez mi történt? Itt keresünk a kis szigeten? Halált keresünk a kis szigeten. Mob kell. Mob kell, vagy kityó. Ami egyébként egy mob, szóval nem tudom, hogy nem kerülünk lúgba. Mobra is van egyébként egy nagy... De lehet, hogy nagyobbat kéne megcélozni hát majd. Hát nem, mert hogy a mob az szörnyek, az ott jobbra, az a kedvenc szigetünk, szigetem. Így van. Miért? Mi van ott? Igen, szerintem ott majd nagyon kell mennünk a kígyóért. Az a leghangulatosabb sziget az egész játékban. Ilyen félkör alakú. Oda megyünk? Olyan, mint a kék lagú. Nem megyek a kicsire. Ja, menjünk ki aztán hátra. Jó. Meg van egy csónak is. Ó, van egy csónak robot. Is, bizony. Megálljunk robot. Akkor? Ja. Hogy elvigyük a kis csónakot? Ellopom a kis csónakot. Akkor megálljunk? Nem, kiugrottam. Majd... Hát de hogy a csónakkal, akkor jössz hát egészen a elevezek, vagy valami, persze. Igen, igen, segítek meg, én is itt evezgess vagyok. Evezgess te halljál meg! Igen. Jaj, halljak meg, jóva. Csak ezért hívtak.
Van itt ször, jó, megyek meghalni, nevezgessé, te akarsz. Akarsz nevezgetni? Nem kell, meghalok, jó? Kígyó, van kígyó? Adjad. Kígyó nincs, csirke van. Csirke jó? Egy kicsit fel tudsz húzni az orbitor lából, Mari, csak egy picit. Aha. Hogy kilássak. Jó, papi, az van, hogy ez dühös rám. Szóval valahogy csináld azt, hogy rám zülöm. Az, azzal ölesd meg magad, ez jó lesz. És van ilyen izéje, angolnája. Jaja. Viszlát. Meg repked. Shit. Partra most miért fut el? Gyere már vissza. Ó, itt van kapitány valamilyen rizs. Rizs? No Dice Rice. Captain No Dice Rice, ez a nevem. No Dice Rice. Akkor megvan a zöld is, ugye? Meghaltatok? Itt leparkoljunk? Nem olyan menjünk, fontos, mert csak kígyó. Hagyj, megyünk tovább, akkor jó. Konkrétan ráestem egy kígyóra. Meghaltál, papi? Nagyon jó. Még nem, de mindjárt. Jó. Csak olyan nyugdíjas a No Dice Rice. Jó, wow. Csak már engem kerget az összes többi idióta. Na most meghaltam. Viszlát. Akkor elindulhatunk a Fort of the Damned-hez. Az a térképnek olyan majdnem a közepén van. Milyen jó célhozonnal az a... Ágyúval valaki. Ó, nem annyira zöld a lámpám alapból, ha meghalok, mint amennyire zöld most. Hogy lehetne zöldebb zöld? Fortok, igen. Mi az irány? Nem zárom ki magam csúca Google accountomból. Ez a trükk. Egy kicsit félve kérdezem az irányjal kapcsolatban, hogy tudunk-e tárgyalni arra, hogy útközben összeszedjetek? Vagy menjek odáig csónakkal? Nem, ugorj be a szirén, vagy hozz, nem kell a csomag. Melyiket gyújtsam meg? Ez már elindult. Maris. Kapitányos szó. Tessék. Melyiket gyújtsam meg zöldre? De az a baj, pont felület fúj a szél. Hát, amelyik, ez elmegy ez a vonat. Szeretné, csak ne olyan legyen, ami amúgy inkább lent, a legalsó szinten. Nekem van még rózsaszínem egyébként, csak mondom. Hogy szerintem rózsaszínt írja fel, és akkor nem lehet nagy baj. Jaj, hátul megcsináltam. Halljátok? Láttad már az új, mi különben dübe jövünk filmet? Hát biztos, hogy nem. Ti láttátok? Nem. Hát nem vagyok hajlandó. Én is így vagyok vele. Hát köszönöm szépen, nem kell elrontani az életem. Ennél jobban. Nem is ilyen film van nálam. A kígyó Mart, már csak egy alig lehetett látni az életemet. Kifogyott a méregből. És egy fantom odajött és leütött. Oh. Úgyhogy zöld szint azon. Egy font. A zöld színünk már van. A zöld színedet, na, Maris, tarts meg. Unokázó ember, lássa kivel van dolga. Jó van, jövök már, hát Maris sem, mire megöli magát még egyszer egy kígyón, addigra minden rendben lesz. Visszafordultunk magáért. Nézzetek ki egyenesen, ott jövök, ott tevezek. Kicsit nagyok a hullámok, csónak nem érzi magát jól, én se benne. Maris közben repül. Mennyire vagy messze? Semennyire, hát itt vagyok tök közel. Hopp, most látnotok kell. Papi, azt írták a cseten, hogy csőre gáboros a hangod néha. Csőre itt vagyok gáboros, a hajó mellett. Nem a kárt. Kárt van, aha. Ez... Jó, felhúzom, mit találhatok meg. Érzem, mindaddig, amíg nem teszem be az alza reklám. Ó, ne, csak azt ne. Rozom. Azért mondom, hogy... Addig rendben vagyok Csőre Gáborral, amíg nem itt eszembe. Igen. Na onnan már ide tudsz evezni. Yes. Jövök. Sajnos sok helyen még nem csillogtattam. Most egy ilyen egy ilyen őslényes rajzfilmbe szinkronizálok. Igen? Ne! Tényleg? Gratulálok! Aha, az is csinálja. Ilyen animés rát csinálja, régen nagyot ment a izével, egy akkacu kis életével. És ő csinált egy új ilyen nem mondom, hogy gyerekkorban valóság sót, de irányba akarom rakni. De egyébként kicsit úgy néz ki, volt most a második rész, amiben voltam. Hát ez nagyon menő. Ez ilyen rendszeres szerep lesz? Vagy csak ilyen vendégszerep volt? Úgy második, hogy ez már a második rész, amiben benne voltam. Hát úgy van, hogy volt egy srác, aki kiesett, és annak a helyére szerette volna, mivel az sok ideje volt, meg olyanok, hogy akkor már ne egy random ember legyen, hanem valaki. És azt újítottam meg azt a karaktert. És ott van melózol, vagy be kell menni? Hát persze, hát mikrofonnal megkapom a hosszú izit szöveget, és akkor ki van emelve, meg ilyenek. Az volt, meg volt egy tömegezés most, mert most nem volt benne az a karakter, meg mondta, hogyha van olyan,
lény, ami szívesen lennék, jellemmel meg mindenre írjam le, hogy mi, és akkor majd csinál egy olyat, és akkor az lesz az állandó visszatérőm, hogy ne csak randomokat dobjak be a kalapba. Azt mondta, hogy valami hiperaktív, apró, az nekem teljesen jó. Én annyira jól szórakoztam. Most pont a szinkronról jut eszembe. Én szoktam hallgatni vissza a reggeli Rádió 1-es műsort, és ott a Rákóczi Ferit hívták el a trónok arcába, az újba, szinkronizálni valami pár mondatot, tehát hogy tényleg nem lesz hosszú sztori neki, meg semmi, de hogy ő nem is nézi a sorozatot, meg semmi is. Szegény Jani meg olyan szinten volt feláborodva, hogy ő meg már körben nyalta a segét az HBO-nak, nem tudom hányszor, de hogy őt nem hívják. De ez ki? Szegény. Hát ezek a reggeli rádió műsorvezetők, a Rákóczi Ferét, Szakács, Showman. A Vadon Janiról nem hallottál még? Nem. Na mindegy. Jó fej srác amúgy. Biztos vagyok benne. Te mit tartottam el a hajón, vagy igaz? Igen, hogy azt egy semmilyen tartalmat azon kívül, ami streaming szolgáltatókra felkerül sorozatként. Körülbelül a piros cuccra megyünk, nem? Már piros azért koponya. Azért csodálkozom, mert ők már egy ideje jelen vannak a médiában, tudod? Én rádiót meg ilyeneket utoljára szerintem általános iskolában, amikor vittek anyámék autóval, akkor a bocskorék mentek. Igen, igen. És itt körülbelül vége is. Hát én a Balázstól biztos, hogy sztrókot kapnék rövid távon már. Nem nehéz. És szerintem talán ő rádiózott akkor még, amikor már abban a korban voltam, hogy már hallgathatnék rádiót. Őszinte legyek, az autóban pedig a Spotify a legjobb barátom, szóval engem aztán nagyon nem érdekel, hogy ott most random arcok megpróbálják megmondani a frankót egy podcastnek hazudva, vagy mi az rádióműsornak hazudva egy podcasten. Van abból bőven a Twitch felé. De várja már, akkor a rádióműsorból lett a podcast, akkor ezzel lehetne vitázni, persze. Nem? Igen, alapvetően nem? Igen, ők voltak hamarabb, nem a podcastek. A rádió egy indult először. Mármint nem a rádió, hanem a rádió. Igen, a rádió előbb volt, és az maga a podcast. Ahol lett a podcast. Igen, most jelenleg a moderne formátum az. Ez. Ám nagyon maszerünk. Nem nagyon, de hogy egy kicsit cikcakozol. Azt tudom, hogy most a Vodkafon az keres podcasteket, amiket támogathat, mert az egy ismerős bedobta, hogy meg is van az árazás, meg minden, hogy mennyiért támogatja, hogy milyen téma nem lehet. A jó narancssárga Vodkafon. Pont politika, aktuál politika, tilos, arra nem hajlandó támogatást költeni, de azon kívül a podcasteket támogatnak. Na hát. Egyébként a podcast most egy jól működő forma, szóval alapvetően abszolút érthető. Az, hát nem véletlenül minden van honnan podcastnő gyerekek, az összes bokorból. De ez az összes ilyen contenttel ez van, én ezt nem gondolnám, hogy ezzel baj van. Csinálja mindenki podcastet, aki szeretne, és aztán majd úgyis megmarad az, amelyik... Értitek? Amelyik tényleg szeretné. Amúgy az a legalábbis a YouTube-on a probléma szerintem, hogy sokan azért akarnak podcastet, hogy olyan témák legyenek, ami... Tehát, hogy ami valami vitát robbant ki esetleg, és a vita amúgy jó tud lenni, de hogy például múltkor én megkérdeztem a nézőimet, hogy milyen új tartalmak legyenek, és szinte mindenki azt írta, hogy hívjak meg olyan embereket, akikkel esetleg... Itt polgárpukkasztóval, persze. Hát vagy az, vagy hogy nem értünk egy adott témában egyet, ami persze jó is lehet, de hogy vannak olyan tartalomgyártók, akik miatt szerintem ez lett az igény, hogy ha nem is az, hogy összevesszenek a podcastben, de hogy valami kiderüljön, amiről utána lehet csámcsogni, tudjátok. És persze nem... Hát ez sajna benne van, igen. Ja, de szerintem a YouTube podcastek nagy része de ez pont ez. De ezt nem gondolnám, hogy ez nagyon új keletű, mert mint hogy nem feltétlenül mondanám, hogy podcast formátumban működött régen, de hogy nagyon régen. Benne van ez a beef. Show, meg a Monica Show. Beef tendencia. Igen, és nem is csak a YouTube-on ráadásul. Igen. A feszültség a gyerekek az a legjobban szórakoztatja az alpári embereken. Ja, van az influenceres subreddit dolog, és akkor az volt ilyen tök vicces sztori, még jó régen, meg meséltem is már egyébként streamben a nézőknek, hogy úgy találkoztam még talán nem is ezzel a változatával, hanem még egy korábbi influenceres subreddittel kapcsolatban, nem tudom, hogy az Erhangerin írta valaki a kérdést, hogy ez a subreddit, ez az influenceres, ez micsoda és mire jó. És akkor így valaki így leírta, hogy hát ugye, hogy
az influencereket így nehéz kritizálni, mert hogy a saját felületeiken ők... ők menedzserik, igen, tehát hogy ők cenzúrázzák a komment szekciót, bla bla bla. Hát és a közösségük is nagy részt vállal ebben, tehát például nálam néha érkezik egy negatív komment és kiveti magából a közösség őken. Hát azért oké, de nem feltétlenül kritikára. Na mindegy, szóval hogy jól leírta, hogy ez mennyire egy jó hely, és akkor itt szabadon lehet erről vélemény nyílni, mit tudom én, és aztán így átmentem, és akkor vélemény erről, vélemény ennek a pasiáról, erről a pasiról látott már valakit, ez a csaj tud valamit. És akkor így, csajról van pucérkép. És akkor így, tudod így, megnéztem így, és így, hát én nem ezt, nem feltétlenül ezt, nem ugyanazt érzem itt mondandónak, mint amit próbáltok. Próbáltatok kommunikálni magatokról, szóval nem tudom, fura ez az egész, nem tudom. Na bocsánat, így a témába, nem a témával kapcsolatos, de hogy nem sikerült hoznom lila színt, mert sehol nem volt kígyó. Elvileg azon a szigeten nincs is, csak az előbb valahogy... Hogy került arra az előbb akkor a kígyó vajon? Nem tudom, úgyhogy most kiugrottam egy másikhoz. Okay. Most aránylag jó szerünk van, és az irány is nagyon frankó. Mi közben haladunk tovább, ha kell, akkor igen, meg úgyis eltérünk, szóval azon nem múlik. Az a fény, a felé megyünk, amiből jön fel, az a sok fény, ugye? Nem tudom. Maybe? Nem. A pálya közepén van egy... van a Fort of the Damned, a mappen látjátok. Amúgy van egy outposton. Egy sloop south fele. Ja, te is ezt akartad mondani? Igen. Á, még messzire megyünk, Zsóti. Ja, látom. Megyünk south-ra még sokan. Szóval, hogy ez a bulvár content egyébként, ez ilyen iszonyatosan erősen tartja magát. Persze. A kettő hajó is van egyébként, és az egyik az AI. Skeleton. Ott a vörös tornádó is balra. Egy podcastom úgy tavasszal indult, és direkt be erre megy rá, ismeretlenül bedobnak két embert egymásnak, össze kell rakniuk egy asztalt együtt, aztán bedobják a kis bemutatkozásukat egymásnak. Kell rakniuk egy asztalt előtérbe helyezve. Autós versus bringás. Sport versus e-sport. És ez a sport versus e-sport. De miért kell összerakniuk egy asztalt? Hát gondolom, ez mióta podcast, együtt kell működniük, ugye? Összeraknak egy asztalt, gondolom, akkor van a képes hát verzió most is, attól nem? Attól függetlenül nem, de ahhoz nem kell óriás együttműködés, hogy most ketten összerakjunk egy asztalt. Hát igen, de hogy már így is szerintem hát, nagyobb... Hát, hogy vizuálisan is legyen valami mozgás. Nem raktál velem még össze asztalt. Illetve szerintem kell hozzá valamit... Ez egy nagy bullshit, ez az asztal összerakás. Jó, de érted, nem fognak mindenkit összezárni egy egész napra. Nyilván. De nem tudom, szerintem ez önmagában is megállja a helyét, nem kell összerakni egy asztalt. Hát szerintem azért csinálják, mert amúgy szerintem ez így van, hogy egyre több inger kell egy videóban az embereknek, mert hogy streamet is már úgy hallgatnak, ugye, hogy közben más csinálnak, tehát egyszerre csinálnak dolgokat, és gondolom azt akarták, hogy teljesen lefoglalja az embernek a figyelmét, mondjuk nem hinném, hogy az annyira nézik, hogy összerakják az asztalt. Én nem, inkább én inkább ilyen csapatépítős játéknak gondolom. Vagy az, igen. De csapatépítős módszernek szerintem egyébként vannak ilyenek, hát nem tudom, hogy pont ilyen ez sokkal bonyolultabb kéne egy asztalnak, van négy lába, meg egy tetején az kész. Hát azért ennél vannak bonyolultabb asztalok. Zsolti, nem oda megyünk ahhoz a koponyához. Az baj. Az irány az jó? Nem baj, mert végül is közel kerültünk hozzá. East, South East. Nyom. Hát akkor rossz egyenletem. Még jobb asszérre leszünk. Pont Maris is kiszúrtam. Amit kimegyek. Van nem itt jókor tekertem szikla, el ezt a kormányt. Yes. Mindegy, korrigálom. Felhúzok vitorlákat, hát a kisebb ívben kanyarodom. Semmi gond. Korrigálsz? Azt hiszem igen. Szerintem meghaltunk. Nekem is úgy tűnik. Most lenne jó, ha elsüllyedne, ha jó, ennyi fény. Nyugalom, kezdtem, nyugalom, kapaszkodjanak meg valamibe! Amúgy visszatérve az nem lehet számítani, hogy egyébként kifejezetten jó, én ezt nagyon szeretem. Semmire. Nem lesz valószínű extrém. Szóval, esetleg péntek délelőtt lehet, de nem lesz. Ilyesmi vitákról, úgymond vitákról van szó, én ezt egyébként tökre adom. Inkább az olyan podcasteket nem értem, amikor mondjuk két videós összeveszik, és akkor megbeszélik podcast formájában. Várjatok, engem én hívtak, most jut eszembe.
Hova? Ebbe az asztal építés. Én kaptam ilyen e-mailt, hogy esport és igazi sport. Igen. Szerintem engem erre hívtam. Ó, és ez meg is történt ez a beszélgetés. Te mentél volna, mint igazi sportoló, vagy mint e-sportoló? Melyik oldal képviselted volna te, Zsóti? Kérdezem, mert egyiket se tartanak túl közelnek, barát. De pont olyan messze vagy mind a két oldalt. Bár mondjuk nem mert játszani játszol, nem? Nyilván kockulni kockulok. Jó, de igen, az a közel nem vagyok az e-sporthoz. Hát, azért biztos. Azért nem sokkal. Nem sokkal, ja. Akkor valami rémlik. Az meg, hogy két videós összeveszik, azt megbeszélik, hát arról el tudom képzelni, hogy az hogyan nyomtatja a kattintásokat. Kaptam egy ilyen e-mailt. Van egy csomó ilyen, nem? Nem erről nem szól, amikor mindig ott vannak a bandiék, eszembe nem jut, hogy hívják a csatornájukat, tudod, a izével, a együtt szülőbálnával, meg ilyenek. Aha. Beleállnak mindenkivel, vagyom. Mindenkit jól megsértenek, azt utána meg behívják őket, hogy jaj, de beszéljük meg podcastbe. Mondd meg a véleményedet, hogy egyébként miért rossz az, hogy... De várj, ők már izéljék. Hogy is volt ők? Hogy úgy indultak, nem hogy tudom. Ők renterek. Aha. Aztán most már vélemény formálók csak. Hát gondolom, vélemény. Egyébként ez annyira nem ért ki egyet, hogy csak így belekötnek emberekbe, mert azért vannak olyan témák, például hogyha valaki, ilyen kisebb videósok, vannak olyan emberek, nem tudom, hogy hívják őket, olyan pasik, akik ilyen randi tippeket adnak, és akkor náluk van egy ilyen sorozat, hogy erre reagálnak, és ott elég sok szexista dolog hangzik el, és akkor eléggé feministán szólalnak fel a téma ellen. Szóval például ilyenek is vannak, szóval nem csak olyan sem. Nem gondolnám, hogy papi nem arra gondolt, hogy nem találnak néha bele. Arra gondolok, hogy attól függetlenül, hogy egyébként ők találnak 10 olyan embert, akiben tényleg érdemes belekötni, az nem legitimizálja azt, hogy megsértenek, meg megaláznak olyan embereket. Engem ott vesztett el a dolog, amikor a bános srácot láttam nézni, ilyen 10 éves gyerekek kontentjét, és azokat fikázni, meg fikázta. Hát így valamiből kell pénzért. Tehát az nálam ott nagyon gyorsan Maris, elment. Maris közben kim van egy szigeted és harcol. És sikerült. Sikerült, kigyógyult meg. Annál rosszabbul nem viselek semmit, mint amikor ilyen jelenfejlődésen még erősen résztvevő gyerekeket kritizálnak. Jaj, de szegények, annyira szomorú, hogy nincs valaki, aki szerintem íztebbre kell fordulnunk, Zsolt, és sok egyre is. Hát azért nincs valaki, mert hogy a szülők között, meg köztük valószínűleg akkora generációs szakadék van, hogy maguk a szülők nem értik, nem is hogyan kellene ezt nevelni. Csak hát ilyenkor nem apuk. Akkor ide jön a vörös formáló. Nekem volt olyan beszélgetésem ilyen kollégának gyerekeivel. Nem, egy kicsit, nem tudom, hogy pont oda megyünk-e, de hogy Eastre megyünk, hogy így oda hívtak beszélgetni, hogy nem tudom, hogy mondjam már el nekik a videózás alapjait, és így tudjátok, így mitől egy megbeszélés után egy pár percben ott az irodában, és aztán így ott állt 2-8 éves gyerek előttem, és akkor így, akkor kezdjük a videózás alapjaival, nem csinálod még. Igen. És nem azért nem csinálod, te csinálhatja, nyugodtan töltse föl, meg mit tudom én, csak ne rakja ki. Tehát, hogy próbálkozzon vágni, meg ilyenek, egy csomó mindent lehet tanulni, de hogy... Na mindegy, nyilván nem ez volt a mondatú. Ne akarja már 8 évesen influencer lenni, ez a lényeg, gondolom. Hát az én álláspontomnak alapvetően igen. Elmegyek mosdóba egy pillanat. Oké. Okay. Mi addigra van. Lehet, hogy oda találunk, vagy nem tudom. Azt hittem, csak kiengedjük a vízbe. Hát mi azt csináljuk. Nem, nekem ezek a renterek meg ilyenek, amit a Marciék csináltak meg, hogy ebből előadást tartottak, és ebből pénzt kértek, belépő jegyeket, az, hogy más videósokat próbálnak megalázni, meg beállítani szarnak. Nagyon szép, hát ennél dolgozik valamit. Ennél okádékabb dolgot nem láttam az életemben. Sajnos én sem. Vagyok ennek nagy rajongója. Mondom, én nekem azzal nincsen bajom, amikor olyan témákba állnak bele, amikor... Én tudom, papi, hogy én voltam az egyik. Ja. Én ezt tudom. Tehát azzal nekem sincs bajom, by the way, hogyha olyan témával foglalkozik egy ilyen véleményező ember, hogy... Tehát amivel foglalkozni kell, amivel ildomos. És oda mi problémákkal, miért ne lehetne? De amikor személyeskedésbe megy át, akkor az már egy kicsit probléma szerintem. Mondom,
én attól vagyok nagyon ki, amikor gyerekeket fikáznak. Kicsit balra tőlünk van valahol. Nem, mert olyan, tehát konkrétan olyan, nem is értem. Tehát egy gyereknek olyan szellemi sérüléseket lehet okozni egy mondattal, egy az szóval. Az a baj, hogy egyébként az inter, tehát hogy ez nem menti őket, és tudod, hogy én lennék az utolsó ember, aki amúgy akarja őket menteni. De hogy egy gyerekkel ez az interneten is úgy is elég könnyen előfordulhat. Jó, most előfordulhat, most de hogyha van egy téged a képbe, vagy éppen. Itt van mellettünk, balra valahol. Az más azért, balra, amikor balra tudom. Valahol. Megyünk el mellette olyannyira. Egy nagy köd van itt, igen, nem látok semmit. Hát igen, húzzuk fejbe a vitorlánkat, valahol itt van. Vagyok. Igen, itt van tőlünk balra. Ez az. Látom. A jó csúnya. Kiegyenesítem a dolgot. Na és akkor úgy lesz, hogy amint elkezdjük csinálni, megjelenik az égen egy piros koponya, és mivel ez a legjobb loot a játékban, hogyha így időarányosan nézzük, ezért sokszor ilyenkor ugye ránk szoktak jönni mások, és azért van egyébként ilyen köd, hogy ez a játék megnehezítse a dolgunkat, hogy ne lássuk, hogyha ránk jönnek. Wow. De most ez a tüzes tornádó, ez jó nekünk, mert hát ha azzal vannak elfoglalva. Azzal foglalkoznak, aha. És akkor... Hol akarunk lehorgonyozni, vagy megállni? Itt jó, nem kell lehorgonyozni, csak így megállunk. Ez itt a kertes. Oké. Mondjuk elcsúsztunk. Fel van húzva mindegyik? Fel van, szerintem már felhúztam őket. Akkor nem tudom. Kicsit, hát kicsit későn csúsztam fel. Pont ezt akartam, hogy még sunggal megyünk. És hát, akkor fogjunk viszont... meg egy-egy színt, én a lilát fogtam meg. De nincs meg az összes, hogy megvan a kígyó. Én a zöldet. Én nálam a rózsaszín meg, van. A lila, megvan a lila. Kígyó. Meg lett végül? Oh, szuper. Igen, és a koponya az hol van? Nálam van a rózsaszín, az jó. Valamelyikünk vegyen fel pirosat, nem? Itt látok egy koponyát az asztalon. A koponyát az asztalon van, igen. Oké, akkor. Zsolti, te rózsaszínt hozzal, mert akkor én lehozok. Azon nálam, aha. Jó, akkor én hozok a pirosat. Nem tudom, hogy jó helyen van a hajunk. Hogyan tudom elvenni a színt a pirosból és nem felülírni? Lehet, hogy meg kéne kerülnünk a sziget a hajóval gyorsan. Vagy így, így megfordulok, aha. Okay. De tarts ki. Csinálok egy kis szelet neked? Nem. Várj, nem tartom ki, fel. Jaj, oké. Tépflém, aha, oké. Okay. Jó, a piros nálam van. És akkor szupi. Egy kicsit arrébb parkolunk? Megfordulunk, aha. Igen. Az a baj, hogy nem, ha el kéne indulunk gyorsan, akkor nem tudnánk innen szerintem. Hát meg nem érjük el a hajót, igen. Tehát, hogy ott azon az alacsonyabb részen jobb lenne megállni. Úristen, ez a ladik, ez mekkorát fordul? Mekkora kerülővel? Hát ez ilyen. Én most a csónakon hidaltam le, hogy a csónakkal szaladgáltam körbe-körbe a nyomajás hajó körül. És próbáltam megelérni. Jó, arra én segítettem azért. De, jó, de igen, az mondjuk csapatmunka volt. Szerintem lassan egyenesedhetünk akár. És aztán még egy kicsit becsúszunk. Pont a csetet néztem, szóval jó, hogy szóltál. Jó. Kicsit balra szerintem. Vagy nem? Nem tudom. Ja, szerintem de... így még egy... Picit lehúzzuk fel a vitorlát, és akkor be fogunk tudni oda csuragni. Mely csuragni kifejezés. Szóval becsúszunk. Ó, most már tudom húzni a hajót, felhúzhatjátok a vitorlákat. Nice. Én ezzel nem értek egyet, hogy etikátlan lenne, azzal az viszont mind a kettőt, mind egy film és mind egy könyv, mind pedig egy embernél elvárás a kritikusokkal szemben, és ezt szóvá is szokták nekik tenni, hogy nem hazudhatsz. És hogy kilőtte magát. Érted? Tehát, hogy ha egy film dinókról szól, akkor nem mondhatod azt, hogy ez egy szar film, mert hablányokról szól. Érted a dolgot, amit... Amit szeretném mondani, és egyébként amúgy a filmkritikus szakma is kiveti magából, vagy hát nem a szakma, nem, de hogy az emberek, most mint fogyasztók, elméletek nem követik azt az embert, hát aki nagyon pontatlan dolgokat mond nagyon-nagyon sokszor. Gyerek, ez abszolút, hajó, mindig megy. Abszolút lehet. Jó, mindjárt megáll majd.
Tehát nem arról van szó, hogy ne lehetne kritizálni, abszolút lehet kritizálni. Mert majd a bosszra rá tudjuk robbantani. Ne legyen hazugság, csak azért, mert mondjuk épp olyan helyzetben hoztad magad üzletileg, hogy ezt... Hova kell ezt a... biztos, hogy nem. Ezt a ködös dolgot még nekem nem Nekem ez nem rémlik ez az erőd, de azt tudom, hogy a színeket gyűjtöttük, amikor bekerült a színek. De az egy Halloween event volt, az más igen, volt. Ez egy Halloween eventnek a keretén belül történt. Oh. Na, azt szegény nem ismerem. Az teljesen más volt. Össze kellett szedni az összes színt, akkor jöttek be a színek, ennyi. Ó, várjatok, fent hagytam a koponyát. Ti is. Az volt a teszt, hogy itt erre megcsináljuk ezt. Föntre. Mindjárt megmutatom. Milyen szín hiányzik még? Ti mit vittetek? Én állam, van még egy piros, meg van egy koponya. Ha varagtuk a robbanó sordókat? Én is azt keresem. Mindjárt mutatom. Viszem a rózsaszín. Zöld volt Papinál, rózsaszín volt Zsoltinál. Viszem a fehéret akkor, már csak azt hiányzik elvileg. Meg a kék. És a szóval ide föl. Meg a kék, oké. Az előbb kék volt a kezedben, ha jól láttam. Lövést hallottam. Én voltam. Ők lőtték ki magukat. Na, a nevemet kövessétek, kicsi, túlmentetek, gyertek a le. A legfejére? Nem. Utoltuk, hanem kapitány. Az épületben. Épületben, igenis. Papi, honnan ugrottál le? Fentről. Na és ide kell a színeket. Ide kell az embernek? A színeket. Ó, így körbe. Nagyon menő. Mindegyik színnek megvan a helye, a hordod pedig ide, Papi. Oda sétálok a piroshoz, azt, vagy pirosatok már nem, van? Nem látom. Azt mondja, hogy ide papi, de nem látlak. Meg vagy. Beraktam arra úr a színfényt. Kék hiányzik. Hozom aha, a kék kéket. Hiányzik. Annyi. Ki hozta ki a pirosat? Nem tudom. Ide. Nem te? Jól van. Hát, ne, de hogy... Én aztán nem adtam oda, ez meg világít. Lehet, hogy alapjáraton bent volt. Néha így bebugol és beragad egy szín. Figyelj, még világosítós, hogy csoda, egyszer megcsináltuk háromszor egymás után. Jeez, de hát elméletek ezt, vár, gondolom mindenki felvette. Mindenki vette egyet, ja. Hú, nekem eddig 20 volt a max egymás után. What? Nem, és most az mert hogy? Nem akarom tudni, mennyit játszol ez a játékkal. Meg... Túl sokat. Oké, okay. Na megvan az összes szín. Hozzam a koponyán. És akkor most valamit el kell mondani, valami versikét? Onnan igen, fel kell rakni ide a koponyán. Várjál, még ne rakd el, körben már menőbb lenne valami versikét elmondani. És, táncolunk? Egy kecskét feláldozunk. Ó, egy kecskét. Zsolti, nem hoztunk kecskét, szóval téged áldoznánk fel. Ne. Várjunk, hogy jó lesz. A vér az vér. Hadd igyak előtte. Na, szóval úgy lesz, hogy jönnek majd csontvázak, körülbelül 12 wave lesz, és először egyszínű csontvázok jönnek, mit tudom én mondjuk kék, akkor kiveszitek a kéket, és oda viszitek a csontvázhoz, meg kell világítani őket, és akkor utána meg tudjátok ölni. Hogy a shot, az a legjobb, hogy a shoti van nálatok, és akkor... Látok egy 3-3 bocos hajón. Viszonyok, mert nálam sniper van. Ajaj! Nincs közel, és nem is úgy néz ki, mint a konkrétan erre jönne, de úgy néz ki, mint ha erre oldalogna. Akkor azt látják? Igen, lesz egy piros koponya felettünk, szóval én majd nézegetem, hogy jönnek-e. Felénk fordult! Oh no! Tehát még el se kezdtük. Hát de lehet, hogy meglátta a hajunkat. És jön egy kétárbócos is. Well, that's bad. Látok egy másik 3-árbócos, nem az AI, az AI. Merre láttad ezeket a hajókat? Mindjárt mondom, merre van a két árbócos, az északra van. Egy az egybe felénk jön. A 3-árbócos, az northwestre van, a vihar miatt most nem látszódik, de utoljára egy az egybe felénk jött. Ja, itt lesz de baj. De nincs semmi értelme, hogy akkor jöjjenek ránk, mikor még el se kezdtük. Nincs. Hát lehet, hogy megláttak távcsővel, pont ők is erre jöttek. Ó, aztán, nem éjszaka, nem kelet, kelet szoktatjuk őket. De láttam még a térképen, jaj. Hát akkor van a Reaper markunk. Igen, kelet volt az jönnek az belekakilni a levesbe. Nekik is van Reaper markjuk, ahogy nézem, mert közeledik felénk egy Reaper markos hajó. Uh-huh. A térképen azt mutatja. Menjek a hajóra vissza? Megyünk? Ó, Szart hogy ez ilyen közel jön. Van. Aha, gyertek vissza. Ez egy nem Reaper, hanem Reaper Márkos, ami azt jelenti, hogy csak PvP-zni akar. Oké, okay, jövök. De hát nagyon az közel van. Nálatok mindenféle szuplá, és nagyon közel van. Szállok akkor... Annyit,
Induljunk el, ugye? Az a piros áramárbolcos ott, nem? És egy vihar is itt van rajtunk. Igen. Basszus, hogy még el sem tudtok kezdeni, és már ránk jönnek. Az komoly. Lehet, ők azt nem tudhassák, hogy észreveszik őket. Levették a Reaper Markot, szóval nem látjuk már őket, de bal oldalunkon lesznek. Bal oldalunkon. Meg látszanak ott. Au! Igen. Ide is trafált engem a villám. Au. Hát ez nekem se esett jól. Belém, azt hittem ők lőttek. Ha jól látom, Dark Adventurer vitorlájuk van, ami azt jelenti, hogy jók lesznek, valószínűleg. Teljesen le vagyok sokkolva. Jók. Jók, aha, mint ügyesek. Mármint, hogy prók, de nem biztos végül is. Sounds cool. Lehet, hogy csak véletlenül van nekik olyan nyúk. Honnan látod a vitorlájukat ebben a nyomás viharban? Nem tudnak játszani. Szerintem elrakom a fegyveremet. Ja, de két hajó is telibe ránk jön. Igen. Az komoly. Igen. Gyerekek, ez nem a Fekete Jézus napja. Még egy kraken, igen, még egy kraken, meg egy cápa. Egy kraken meg hiányzik. Egy megalodon, ó, igen. Mi ez a fény? Próbálok balra fordulni. Jó, ott látjuk magunk előtt a három árbócosat egyébként. Látom őket, oké. Okay. Fent hagytuk a koponyát, basszus. De ahogy hagytuk fent. Nem? Nem, hoztam. Nagyon szép. Elrejtettem itt a kapitányi ajtó mögött, nem osztam, nincs nagyon elrejtve. Elrejtetted, titokban tartottad? Hát nincs így nagyon elrejtve, le van téve, és nagyon nézni kell. Jó, meg akartak minket támadni, azt mondjátok? Ránk lőttek! Nem, ez a vihar. Ez a vihar. Ja, jól van. Ja, a vihar benyomja a palánkokat, amiket már ráraktunk a Jézusra. Jaj, de jó. Megyek javítom. Hát ez nagyon nem jó, hogy vihar van. Én se. Nem láttam a lyukat. Ott látok egy három árbolcosat. Okay. Én is látom őket. Akkor őket megtámadjuk? Vagy mi legyen? Hát inkább szerintem próbáljunk úgy navigálni, hogy legyen esélyük nem megtámadni minket, és nézzük, hogy mi történik. Jó. Ó, ott jobbra is van egy felhúzott. Itt ez a stop running, away, ezek elbújtak, ez hogy majd jól megtámadnak konkrétan a sziget mögött. Szigetet jobb oldalról igen, kerüljük, látszom. Zsolti. Jobb oldalról jobbra, kerüljük. Jobbra, jobbra, élesen jobbra. Ja. Aha, őket igen, muszáj elsőjözni. Igen, ott van az árbócuk kettő. Igen. Aha, direkt elbújtak, hogy lőnek majd mikor végül. Kilőtte az egyik izét, kilőtte az egyik csóka magát. Igen? Vitorlák a célbe. Húzom feljebb, most egyenlő vitorlát, hogy kisebb ívben tudjunk kanyarodni. Okay. Az egyik matróz fixen kilőtte magát a vízbe felénk. Oké. Okay. Akkor én váltok shotgunra majd. Jó, csak húz ki előbb egyenesbe a hajót. Ágyúval föntről. De az valószínűleg csontváz. Ja, az AI lesz. Egyébként így mellék parkolhatunk az ágyúkkal megsorozni őket. Ja, hát ezt majd meg fogják várni. menjen föl a vitorlákból egy pár? Nem. Be akarunk állni melléjük? Aha. Én akkor viszont menjen föl, igen. Őket. Mert hogy de azt komoly, még el se kezdtük és már két hajó ránk jön. Hát ez egy ilyen videójáték. Mit csinálsz, papi, hogy? Itt vagyok, kiúszok a szigetre, megkerülöm őket és teledobom a hajókat. Felhúztam a hátsó vitorlát. Elég közel van már a három árbózos, és úgy látom. Valaki kilőtte magát ide a víze mellénk. Igen, ha a szigetről. Akkor az mégiscsak fönt volt. Itt van. Most jött fel, igen, de kapott shotival azonnal. Ki fogja venni minket? Azért? Ki engedte le azért? Ő. Ilyen meg gyorsan, van, hogyan? Hát azt csak meg kell, mert elég kell menni, ezt meg kell nyomni. Hova tűnt? Itt van, fönt. A hajó viszont elmegy. Mi a fene? Csak fordul. Még mindig itt, ja, itt van. Kim van? Ott hát van? Hát ekkorában fordul. Egyet kapott, de eszik. Én tőlem többet kapott már. Prók, az a baj. Ha, tényleg fordul. Hol van? Hol van az ember? Itt lent. Meg fog halni, mert beszorult, jó, meghalt. Szép. Király. Ha jön vissza a hajó, be tudjátok úgy jönni, hogy a sziget óránál legyen, és akkor én fogok. Beszélt? Nekem is van. Tessék, papi! Az, hogy itt van fenn egy ágyú, abból lőtte ki ő is magát. Aha. Igen, és ide tudjátok hozni. Hát, akkor tudok vele huncutkodni. Próbáljuk. Most a jobb oldalunkon vannak, elbújtak a kő mögé. Igen. A kérdés, hogy arra akarunk-e menni? Tehát rájuk akarunk-e menni?
Új, én hát muszáj, mert nem tudjuk megcsinálni a fortot, anélkül, hogy ne sielszénk el őket, csak nagyon jók az a baj. Jobbra? Igen, jobbra állítottam be a kormányt. Aha, oké. Én itt vagyok fent. Aha, ezek Dark Adventure-os. Szerintem gyere onnan, papi, nem kell, kell már. Vagy kell? Igen, mert nem fognak direkt. Tudják, hogy ott van egy ágyú. Jolosz fek? Hála az égnek, nem tudtak annyira azért élni ezzel a dologgal, hogy ő most itt, vagy hát, nem tudom. Fent vagyok. Kicsit, úgy, hozz egy nagyon rossz szögbe álló. Igen. Forgatom kicsit balra. Én nem vagyok benne biztos, hogy én találok olyan messzire, úgyhogy... Ki az, aki fixen fog ripérelni? Ripeljek én? Akarsz lőni vagy? Találtam, nekik a vasmacskát. Nagyon szép. Micsoda? Lement a vasmacskáig? Nem? Megyek én javítani. Kéne. Oké. Mert hogy volt találat. Uff, miért kaptam? Szólj Viktor, ha baj van. Oké. Okay. Hát... Ez rekt. Rommá vagyunk lőve. Az ja, összes árbócunkat szétcseszték. Ja, baj van. Aha, gyertek bekitezni, mert... Oké, okay, ez is talált. Szerintem ja, mi elkezdjük lőni talán... őket. Szerintem a javításra a vitorlájukat, mert szétlőttem a vitorlájukat. Ez a hátsón. Alul jól látom, ah, van még chain. Egy lyuk. Oké. Okay. Hol van még? Még egy találat. Kilövöm magam hozzájuk. Nagyon jó. Okay. Én javítok tovább. Pont nem tudtam felmenni, mert pont elindultak. Hú, oh, hogy nekünk kettőizénk is lent van. No, minden valahogy el kéne indulnunk, mert így szerintem... nagyon soroznak. Igen. Szerintem feljöttek a fedélzetre, meghaltam lent, srácok. Vagy ágyúval találtak el, nem tudom. Ha. De hogy valaki merjen vizet, mert ja, folyik van, be. Itt van felünk, itt van velünk, én is, engem is lelökött. Nem, itt engem is lelőtt. Nyomjátok az erbe, meglőttem, de nem sokat ért. Nyomjátok. Engem hátba szúrt. Á, Jézus elsüllyed, hát én is halott vagyok. Jézus! Ajjajjajjajjajj. Bad, that's bad. Második! Ott Marison a világ szeme. Hogy áll a hajó? Elsiettünk, de megöltem. Jó van. Annyi kicsi örömünk lehet. Akkor, hát ennyit a színekről. A színek azok bennmaradtak a fortnál. Valaki itt azt hiszem erre készült. De hát én ilyet még sose láttam, hogy ennyire, hogy még el se kezdjük, és már betámadnak. Hát az agresszív vadállatok. Gyakorolni kell ebben a játékban, nem vagyunk elég ügyesek. Kivétel Maris. Ja. Na, de hogy én például olyan távolságon, hogy ők eltaláltak minket az első ágyukkal, na én onnan nem találtam volna el őket. Körülbelül semmiképpen sem. Még nem tudtam még az elején, hogy feljebb kell húzni az izét, a láncos ágyukat, és azért nem találtam. Aztán amikor rájöttem, hogy ó, hogy ez a pörgő izé-bizé azaz. Hát ez a hajó már hogy néz ki? Jó ég. Szerintem kopott. Nagyon menő. Látszik, hogy harcedzett. Hát ez nem harcedzett, ő csak kapott inkább, nem harcolt. Ezt nem kell tudni. Az más. Nem ha kérdezik karcedzet. Te tudod, effektíve én tudom, nagyon nem tudják. Ó, viszont ott maradt a izé is. A koponya, ugye? A koponya, hát az ugye persze. Akkor vízbe esik ugyanúgy. Well, that's bad. Hát visszameltünk még egy pofonért. Á, fölös. El se tudtam menni a hajójukra menni, ugye túléltem, azt most fel akartam menni, de hát van tapoltak. Aha.
Egyébként szerintem ez egy komoly problémája ennek a videójátéknak, hogy akik benne maradtak, mint játékosok, azok így nagyon benne ja, vannak. Ja, ezzel vagyunk. Az a helyzet egyébként, hogy nekem egy olyan fél 3-4 óra múlva mennem kell így is úgy is, szóval akár nekik mehetünk még egyszer. Csak keresünk kéne ellátmányt. Én benne vagyok, hogy a fél óra múlva mész úgy is, hogy menjünk nekik, mert akkor én utána meg lolozok. Mehet, csak az a baj, nincsen semmink. Nem, jelenleg keresünk nincsen semmink, igen. Hát én nem vernék bele még egyszer ennyi pénzt, szerintem egyikünk se verjen bele ahhoz, hogy... Hát maradékot lőjük bele. Maris? Lászus golyó, meg sima golyó. Tessék! Mi az álláspont a dologgal kapcsolatban? Hát, amit szeretnétek gyakorlásnak, ami jó, viszont őket fix, hogy nem tudjuk elsülyeszteni, úgyhogy sajnos ez a Fort of the Dam nem jön össze, pedig tökre jó lett volna. Na, majd legközelebb hátra lesz egy csendesebb szerver, aztán tudunk vele foglalkozni. World Eventnek az a sima fort van, de azt ugye múltkor csináltuk. Vannak ilyen kis fortresszek, amit mondott a papír, nincs a textúrája rendesen így. Távolra. Igen. Az itt van egy mellettünk, azok ilyen kis lútú, kis könnyű fortresszek, ahol fantomokat kell lölni, de rájuk is mehetünk, hogyha PvP-t szeretetek, csak ugye nem nincsen cuccunk, illetve nem tudjuk, hogy hol vannak, mert... Illetve valószínűleg nem fogjuk őket elpusztítani, így a gyakorlatban. Hát, vagy visszamehetünk a Fort of the Damned-hez, ugye ott vannak ott a... Ja, de nincsen csontvázunk, mert... Nincsen koponyánk, az a hajón maradt, ja? Igen. Hát az a kérdés, hogy ők vajon azt összeszedik-e és elkezdik-e csinálni? Hát... Simán, Fort of the Damned, we can do it. Menjünk oda, azt nézzük meg. Menjünk oda, azt nézzük meg, mi lesz. Veszteni valóban nincs. Fort of the Damned-hez, hát ott vannak? Hát van rá esély, hogy ott legyenek. Szerintem? Bőven. Ti tudjátok amúgy, hogy hol süllyedtünk el? Hát így körülbelül vissza tudom következtetni. Tengeren. Igen, a vizen voltunk, az biztos. Én is azt láttam. Szerintem a Crux Hollow volt az, ahol az ágyú volt a tetején, nem? Merre menjünk? Most egyenesen megy a hajó előre. Az jó egyelőre, és aztán majd keletre. Aha, keletre fordulunk. Szerintem az a Crux Hollow volt, aminek a tetején ott az ágyú. És akkor viszont annak a közelében voltunk valahol. Tehát, hogy ez nem... Igen. Hát akkor szembe igazából majd úgy is fogjuk őket látni. Ja, valószínűleg csak meg kéne őket találnunk, hogy aztán újra elsüllyesszenek minket. Ahogy ez ilyenkor. De megpróbáltnánk feljutni a hajójukra. Teledobálom őket ilyen tüzes izével. Jó. Hát nekem nem nagyon sikerült mindent elpusztítom. Feljutni. Ja. Én leszek a lángoló lángos. Végük lesz. Az a vicces egyébként... Nagyon félelmetes papi így. Ilyen papi ez. A tüzes fiú. A tüzes sárkány. Én szóval, hogy láttam, hogy fászott felfele, még az, akit kergettünk össze-vissza, nem az, akit megölt minket végül mindegyikünket. És... Itt a vihar amúgy. És így tökre nem sikerült, nem tudom, eléggé arcon küldenem Sotival, és akkor nem kapott elég sebzést. Ne, én is meglőttem valaki Sotival, mintha meg se érezte volna. De ha engem lőnek meg Sotival, én azonnal fekszem. Hát valószínűleg amúgy. Ez attól függ, hogy hány golyót kapsz belőle. Tehát, hogy gondolom, igen. Akik van Sotolnak létrán felmászás közben, azok gondolom állnak a létre tetején, és... Igen, és nagyon közelről. És nagyon közelről telibe kapnak mindennel. Láttuk hajót valahol? Nem. Még nem. Még nem, de a vihar mellett már mehetünk majd egy keletre. Az, igen? Az AI. Nem az AI. Ja, igen. De attól még hajó. Még nem kell fordulnunk feltétlenül jobbra, csak így, tehát, hogy mondjuk így húzzunk így el a vihar mellett. De majdnem, hát a színeket összeszedtük. Igen. Meg lövöldöztünk, meg dolgok. Csak az a 100 000-es gold, az a 100 000-es gold plusz nem fog összejönni a kitűzött cél. Nem, nagyon visszafordultál. Osztam mi? Hát ez nekem is a kérdésem. Hát nem vagy kikerüljük a viart. Hát akkor erre kerüljük ki a viart.
Így van, egy kis szelünk. Egyszer majd nem tudom. Tartunk egy olyan Sea of Thieves streamet, ahol konkrétan keresünk pénzt. Mi a múltkor is keresünk? Mi az élményért csináljuk, nem a pénzét. Hát azért egy kis költőpénz nem tenné rosszát, na. Na. Hol vannak? Most már ne fordulj vissza még lefele, hanem menjünk balra. Aha, azt balra. Akarom. Oké. Okay. Keresni mindig kerestek, csak nem találtok. Hát ez egyébként egy jó összefoglalója a dolgoknak. Viszont rettentő szomorú egyben. Hát... Milyen durván eltűntök. Hát vagy csak megint elbújtok. Figyelj, valami szikla akkor mögött áll. Oké, teljesen őszinte leszek. Nem vagyunk ott, ahol voltunk akkor, szóval, hogy nem kéne nekik itt lenniük, akkor se, ha ott maradnának. De ez itt balra, ez itt a Crux Hollow, nem? Tehát itt sértünk el balra. Nem. Nem. Már itt a segünkbe balra, a jó balra. Messze van a Crux Hollow, tehát hogy igen, van, igen, de igen, azért de... az... Igen, azaz, igen, csak van előtt még egy másik sziget. De hogy a Crux Hollow-tól valószínűleg éjszakra süllyedtünk el, mi meg javában délre vagyunk tőle. Forduljunk vissza? Viszont ezek nem fogják a Fort of the Damned-et megcsinálni szerintem. Hát mondjuk akkor, akkor is elvették a koponyát, sajnos. Igen. Ott egy csónak. Ott egy csónak, bizony. A csónakunkat is elvették. De. Igen, én abba bújtam meg. Lassan éjszakra kéne majd mennünk. Nyilván van ott egy vihar. Jó. Megkerüljük. Vagy átmegyünk rajta. Vagy átmegyünk rajta. Menjünk a vihar rajta. Szemén. Túl nagy ez a vihar. Kicsit állítgatok akkor a vitorlákon. De gondolom ők izé lehet, hogy csak simán PvP-zgetnek jobbra-balra. Nagyon kis, tényleg nagyon felkészültek voltak. Az a hajójuk neve, hogy Stop Running Away. Szóval valószínűleg. Ja, ők valószínűleg azért jöttek. Ők ilyen molesztáló emberek. We are your friends. By the way, mi is molesztáló emberek vagyunk, csak sokkal kevésbé ügyesek. Csak, nem csak tudom, mondom. Miért mondod ezt. Perspektívába rakni. Az Origo cikk. Én minden. Ja, jó, a híres streamer azt mondta élőadásban, hogy molesztáló. Coming out. Azaz. Híres, oké, szóval az LMBTQ emberekhez tartozik. Is. Előttünk hajó. Szerintem... Nem, az nem AI. Az NPC hajó lehet, nem? Az AI? Olyan furán néz ki. A Skeleton. Az NPC hajó, kicsit van. Amúgy megölhetjük, mert általában dobnak olyan koponyát, oh! Hogy nekünk kell, csak hát... Minden rendben? Persze. Ides utolsó mondta. Megijedtem. Belágott mellém a villám. Ja, remélem csak a játékban. Jó, hát tehát hogy értek, a dühünket levezethetjük ezen. Én adom. I'm good with that. Papi azonnal elővette. Közelítsétek meg. Ó, oh, most belém is vágott a villám. Kínálom meg. Kicsit jobbrább. Egy pillanat. Megyek, vezetem a hajót. Balra, balra, balra. Ja, az esőben balra, nem kell aludtani? Balra, 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 balra. Kb. Semmilyen supply-unk nincs. Tehát, ha el tudjuk. Ágyúgolyót nekik! Úristen, nincs nálam ágyúgolyó. Nem tudok felúszni rá. Szép találat, mi a kettő? Van nálam ágyúgolyó. Tarlát feljebb. Sorry. Egészség. Ez az? Nagyon közel van ez a sziget? Hát ez olyan. Ki van a korban? Ez az! Fölgyújtottam őket, kapitány! És kaptam érte valami pontot, hogy burn skeletal ship. Ez az. Vízből ledobáltam őket tűzzel. És el is süllyedt? Yeah. Ne, rádobtam három robbanósat, meg két tüzeset. Hát meg Maris párszor eltelt ágyugolyóval. Igen, igen, igen. Az is ott volt. Én csak a saját érdememet mondtam. Totali unrelated. Nem akartam más tollába ékeskedni. Nagyon szép munka. Meghót. Ott is van. Bekerült a logba. Fekete Jézus gyerekek. Életre kelt újra. Most ki írta a nevét? Hát, hú, azt nem tudom, azt nem néztem. Ó, várjátok, nagyon recseg a hajó.
Hát a vihar miatt. Itt vagyok lent, de, és keresem a lyukat, ja, jó, akkor a vihar miatt. Ja, esik az eső? Szerintem igen, de ezzel gondolkoztam, hogy az vajon shady az a szájt. Oké, okay. Hol van na csontvász hajónak a lútja? Nem itt kéne lenni annak valahol? Merre lesz a lút? Ja igen, szóval ezt akartam én is kérdezni, hogy hol van a sérizének a lútja, hogy... Madarakat kell keresni a horizontom. Miért? Wow, kapitány, ott orbányozza már ki ebből a viharból a szépen... Jobbra, ott vannak madarak, azok? Egy számra van. Én nem vagyok benne biztos, hogy itt nincs több lyuk. Ó, az a baj, nem tudok irányt mondani, mert látjuk, megőrült a vihartól. Igen. Azok ott madarak. De azok ott nem azok, tőlünk jobbra, azok nem olyan helyen, igen, jobb, nem igen, jobb. Igen. Arra gondolsz, oké, oda megyek. Igen. Nyitni kéne vitorlákat, ha esetleg valaki ráér. Jövök. Hát, ha már ilyen szépen kéred. Vitorlák nyitva, kapitán? Ma olyan, mint hogyha követne minket ez a vihar. Kicsit ez igen. Az érzésem nekem is. Hm. Gyerekek. Ránk olvasták az átkot, vagy én nem is tudom. Egyébként átkot? Szerintem kéne egy olyan láda, ami hogyha nálad van, akkor mindig rajtad van egy vihar. Rá van átkozva a hajó. Elég vicces lenne. Látod még a madarakat? De ilyen csak izé, akkora, mint a hajó mindig, és az vicces lenne nézni az égbe, és csak feletted van a izé. A VR felhő ilyen kicsi. Papi, látod a madarakat? Igen, itt van, be van a mellettünk egyből. Itt is vannak a kincsek. Jó, vasmacskát akkor... Vasmacskát le! Hát, vagy inkább vitorlát, de mindegy. Vasmacska is jó. Valamit. Szerintem nincs több lyuk. Na és itt a lút, aha. Nagyon jó. Én már párat kifogtam. Csak... Király! Nem fordulunk! Majd megállt a hajót. Elmond. Jó. Ez a keg, ez hogy került ide? Én húztam fel vízbe. Aztán. Azért mondom, két hordot már felrántottam. Maris már ki is ugrott vele a vízből. Vízbe, a viszontlátásra, az nekünk nem kell. Eléri már? Eléri. Szerintem lassíthatod is a fordulást. Oké. Akartam kérdezni, hogy ez is egy keg volt-e? Nagyon jó. Az a piros koponya kéne nekünk valószínűleg leginkább. Igen, nem dobott. Én látok egy piros koponyát. Viszont a vihar arrébb állt. Mondjuk amint elkezdjük, ugye ezek ránk fognak jönni valószínűleg. Nem baj, attól még bátran elkezdjük. Ez nem koponya, ez egy gem. Ó, köszi. Állandóan áll a víz a hajóban, why? Nem, szerintem lehet, hogy nem dobott. Dark Tides Trident, tudok vele lőni? Igen. Aha, az a tudsz. Nice. Cickányok. Húzz ki! Pedig az esetek többségében szokott amúgy. Ebben amúgy lehet, csak nincsen hozzá kulcsunk. Micsoda lehetőségek? Csak közben. Visszahúzza. Kösz. Aha. És akkor megyünk tovább. Hát gondolom nézelődünk, hát ha meglátjuk őket. Itt van egy treasure chest, abban nem lehet? Kinyitom. Hát valami koponya van benne, de szerintem nem olyan, ami nekünk kell. Nem, ez nem az, ami nekünk kell. Disgraced Bounty School. Hát visszamehetünk a forthoz megnézni, hogy ott vannak-e, az... Hát nem szerintem az egyetlen, amit... Igen, az egyetlen, amit tudunk csinálni, az az, hogy visszamegyünk oda, ezt megnézzük. De látnánk, ha csinálnák, nem? Azt látnánk, ha csinálnák, ugye? Ja. Hova lett robban a hordónk? Felvitted valahova? Elvitte. Hát eltűnt. Néztem rá, és egyszer csak hús. És nem kellett hozzá semmi más tennie, csak felkapni, kimenni a szigetre, lerakni, visszajönni, és nézni ugyanoda. Félsz, hogy ránk robbantják? Igen. Hát amilyen szerencsénk van ma, ér. Lehet, az hogy... Az arany. Northwest, ja. Northwestre vissza. Ez mi ez a hang? Papi, és a Triton. Ja, blue-blue-gyot lövök. Buborék! Ilyen sokáig megy.
Yes to what's all. Tényleg, és még mindig megy. Még mindig megy a bubim. A bubim mi? Most abban fel. Lövök egyet előre. Nézzük, hogy gyorsabbak vagyunk-e, mint a bubim. Oh! Utalérnénk és felrobbanna a hajó. Boom! Nem hiszem, hogy bele tud csapódni a hajóba. Na, bele csapódott a hajóba? Nem. Nem látok se a hajót egyébként. A Crux holó mögött hát, ha majd ott lesznek valahol. Ja, lehet, de az is lehet, hogy csak tovább mentek. Mindegy, meglátjuk majd. Szerintem, ha felraknánk megint a Reaper izét, akkor lehet, hogy jönnének a zászlót. Van is rakom. Vagy majd Viktor felrakja. Ez nem így működik, nem? Tessék? De. Azt nem izénél kell outpostnál? Nem tudom. Igen, a Reaper emisszerit azt csak outpostnál. Ja, az nem így működik, hogy én majd itt csak azért, mert itt állok, felrakom. A Reaper Markot tudnánk felrakni. Az jó, na tegyük fel. Ja, tegyük fel, hogy ránk jöjjön. Noi, kösz szépen 23 hónapon. Kis medúzás. Szóval gyövünk aló. Na, mit kell ezt felrakni? Flag of the Reapers Mark? Viszont jobbra ott vannak halak, vagy halak, madarak. Jó van, én felraktam, srácok, ez ennél... Általában lootot jelez. Mit? Igen. Azért mondtam csak, hogy hát ha van piros koponya ott, nem? Na hát szerintem ott csak hordók vannak. Eltört a pálcám. Ellövődözted az egész pálcát? Igen, nem tudtam, hogy elfogy. Papi, elfogy. Szégi! Ja, nagyon szomorú. Pedig szép volt. Nézd, papi! Itt vagyok mögötted. Igen? Mit szeretnél? Cserébe kapsz egy ilyet. Ne haragudj, én nem szeretnék tőled rákot kapni. Engem is megcsipott. Milyen rák? Rákot akart nekem adni. Már nem azé. Én itt a barátságomat, a szívemet adom neki, ő meg rákot. Hát... Szép dolog. Ilyenek ezek az emberek. Nem baj, jó, felveszem a bombákat. Alapvetően minden oké, Noi, nálad mi a helyzet? Elmentünk a minden mellett a retekbe, forduljunk éjszakra, kapitányom. Igen, is értettem. Tűzi játék? Hát ez ilyen fehér szignál inkább, de... Flare. Igen. De lövök mellé pirosat is. I've got a big bag of crabs here. I gonna put them in my mouth, oh yeah. Látok egy egyes Reapert. Rá mehetünk. Na. Menjünk egyenesen, rá. Most egyenesen. Egy helyben állnak. Egyenesítse ki, kapitány! Viszont én azt javasolom, hogy inkább levenném akkor most ezt a Reaper Markot, hogy ne lássák, hogy rájuk megyünk. Leveszem a Reaper. Nyíltan vállaljuk. Legyünk így van. Jó, Maros, ne zavar minket össze a racionalitással. Jó, megyünk. Jó. Amúgy is, meg akkor egyébként Northwest, már. Northwest. Egy jó az iránytűd. Hát most már igen, mert most már nincs viad. Szólj Zsolti amúgy, hogyha vezessek. Szóval vagyok most a kormány mögött. Szerintem csak azért mondja, mert Northwest balra van. Ja, igen, már ott tartunk, bocsánat, éppen. Éjszakról volt szó. Ez csak egy tipp volt. Hogy ezt igazából csak azért mondja, na. Jó, van már. Papi Zsolti és Maris. Tudjátok, milyen a streamelés? Igen. Streamel élet? Naplopó élet. Ja, Zsoltival megbeszéltük álmodás előtt, hogy... Ahogy? Ja. Hát kérdeztem, hogy pörög el meló, mert mondta, hogy nem lesz ideje fellőni a visszaszámlálót. És meló? A videóvágás nem meló. Ha kapát fogna, az lenne a meló. Igen. Nyilván. Értem. Naplopó vagyok, így én élő. Így van.
És még az influencer. Milyen videón dolgozol? Egy ízét, mit volt nálam, Mario cimborám hozott egy rakás ilyen ázsiai snacket, aztán azt vágtam. Nagy erőkkel. Nice. Ilyen önfőző cuccokat. Fú, amúgy nagyon feeling volt. Kicsit jobbra... Láttam igen. YouTube-on ilyen videókat, jobbra. Csak soha nem vettem rá magam, hogy vegyek én is ilyen önfőző kajákat. De nem is hallottam még róla. Nagyon mencik. Majd ránézek, mert nekem meg úgyis most fog indulni az új csodálatos csatornám. Új csodálatos csatorna? What? Milyen bizony. Csatornád indul? Pénteken jön majd a pilot epizód, aztán utána már megvan egy 6 epizódnyi dolog összeírva. Kajával kapcsolatos? Aha! Ilyen kóstolós, kipróbálós, nem csak kaja, de az elején kajával indulunk. Lesz főzős, minden. Csináljuk indulunk, de várjátok, ez csak a tiéd, vagy másokat csinálod? Hát én vagyok, de vendégekkel. Aha. Szóval lesz egy főzős része, ahol ilyen... Látok egy gyárbócos hajót, srácok, lehet, hogy minden adott ahhoz, például hogy győzelmet arassunk. Berenderünk aligátorhúst, és azt csináljuk meg ilyeneken. Meg nice. Lesz kóstolós része ott, meg olyan extrém hülyeségeket kóstolunk meg. A legdurvább, legsavanyúbb, legédesebb, legcsípősebb, meg ilyenek. Aha. Kicsit jobbra. Meglátjuk. Igenis. Na, helyzet az, hogy nincsen szuplájunk. Na vagy igen. Publikus? Na igen. Mi jó, az, akkor. Hogy nincs? Hogy ne lenne? Ez arc az elég. Vagy meghalunk. A csatorna neve az még egy jó nagy kérdője. Van pár ötlet, de még nincsen kőbevésve. Mármint úgy kérdője, hogy pénteken indul? Legyen ez a neve, egy kérdője. Ne, viccelek amúgy csak. Nem, vannak ötletek, de papi még nem döntöttem el, hogy melyik a legjobb. Addig azaz, meg úgy papi csinálja. Addig hova sietnél? Nem, direkt ilyen tőlem distinguált dolgot szeretnék. Hogyha tehetném egyébként, nem is mint paplovak csinálnám, de hát igazából úgy ismernek, szóval sok értelme nincs Ottóként bemutatkozni. Ugye Ottó kipróbálja, ez nem lenne jó? Hát nem, mert nem csak Ottó lesz, meg dolga. Bocsi, én egy pillanatra afkolok, mert elment a kamerám képe, megnézem Mizu. Jó. Melege van kicsit szerintem, balra. Nekem is azért megy az a lényeg. Az melege van. Kicsit balra helyett, úgy alapvetően balra. Az a Skillgor! Főzőpapi! Zsóti balra! Papi kérlek! Takerem! Ja, hát nagy ez a jó! Jó van, bocsánat, csak nem szóltál vissza, hogy szó, hogy érted, látod. Ja, ért, igen, és értettek kapitán, balra csekerem a kormány. Lehet hozni a nyeresbe! Inkább ne is írjatok ötleteket, Jézus! Jézus! A gyerekek jöttnek a chatre a papinak az új csatornájával kapcsolatos... Igen, papinyami! Tejbe papinyami! Ötletek, evés, ivás lesz benne, meg főzés az új csatornáján, papinak kell, gyerekek, most. Csatorna neveket nem gyűjtünk. Nem is igaz, kóstolás, meg egyéb teszteket is akarok, de nem olyan tesztet, hogy hardware teszt meg ilyenek, hanem... Kiestem srácok a hajóból, és nem is sikerült visszamásznom valaki. A csatornán hirtelen megláttam másoknál, hogy elkezdték megcsinálni, szóval így inkább elengedném, hogy... hogy belemondjam az ötleteimet a világba, mert csak zsörtölődni fogok. Igen. Igen, ez így nem... Hát nagyon nehéz amúgy. Tehát bármi olyat mutatni, ami még nem volt. Pontosan. Az kérdés, nagyon hogy nehéz. Kell-e amúgy? Meg ez az, hogy igen, hogy akarsz-e egyáltalán. Nem. A jó bevált receptek azok jók. Itthon viszonylag még kérdés. Itt van tőlünk balra. Itt van tőlünk balra, élesen balra. Tejbe ez egy gyárbócos? Nem baj, attól még itt van. Meg kell halnia. Kloffolnálok. Na, se rossz. Kloffolnálok. Nem mi tehetünk róla, hogy egyedül van. Ócstrolnálok. Na jó, egy kicsit mit tehetünk róla egyébként. Ez nem mit történt? Ők nem tudom, szerintem ők lemannak vannak a víz alatt, nem? Szerintem is. Igen, lementek. Megyek, megnézem, hogy van-e bármiük, amiért megéri őket elsüllyeszteni. Hát... Hogyne, az emisztrizált szóljuk, én közben itt vagyok, sikerült megoldani. Papi snack? Papi pig. Na jó, ez nem volt kedves. Nem. Ez nem volt kedves, Botman, úgyhogy ezért egy 10 perc tejót kapsz. A fogadó, csak így egyszerűen. De ezért mondom, hogy nem csak kaja lesz, csak a kajával egyszerűbb elindulni. Illetve van már egy taverna nevű kezdeményezés, amiben benne vagy aktív tagként, és akkor lenne egy fogadó nevű kezdeményezés. A fogadó. Amiben benne... Megkerem.
De legalább a fogadóban megkóstolhatnám a tavernás söröket, mert már vannak saját söreink. Ja, azt válsz, néztem, nagyon menő. Fasza egyébként. Mondjuk én csak az ipát szeretem, a másik az nekem annyira nem, de az azért van, mert olyan féle sörből van, amit nem szeretünk. Lassítsunk, nem? És akkor tudjuk lőni őket. Jaj, álljátok meg nyugodtan. Lehet, nem lenne rá. Valószínűleg lent van. Nem, most mászik fel. Most mászik fel. Igen. Indul el? Nem, milyen sunggal el tud indulni? Most felgyújtott. Milyen fürge az a hajó? Lezártam. Viktor fönn van! Engedd le a vaspacskát! Leengedtem, de miért nem gyulladt meg? Leengedted? Ú, de jó ez az, ez az. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Miért nem gyulladt meg? Hát teledobtam lángolókat. Szerintem nincs jól, vagy legalábbis nem jön vissza a vaspacskához. Papi, nálunk nagyon ég a hajó. Igen, nálam nem. Meri a vizet. Formen Déke. Paprika, azaz, pap kötőjel Rika. Paprika. Hát ez nagyon jó. Jöhetnek még, adom. De a sértő dolgokat, azokat tegyük félre. Az előző fel se kellett volna olvasnom, csak így random, kinéztem és elolvastam. Sorry. Holtam, kapitá! Meglőtt! Ne! Meghalt? Nem. De süllyed a hajója, szóval. Nagyon szép, nagyon szép. De hát asszal lőttelek, hát miért nem haltál meg? Egy fős hajót el tudunk pusztítani négyen. Ez az. Meghalt. Na, ez szóval van. Akartam mondani, srácok, hogy sose felejtsétek el, hogy a győzelem záloga az ellenfél megfelelő megválasztása. Igen. Ez közben nagyon Isten. Szomorú egyébként. Maris lehúzzuk itt a mélységeinkbe. Nekem ez sikerélményem van. Micsoda? Bedobott valami ügyeség. You can vote to scuttle from my... Nem értem, mit tudom. És felfordult szegény hajója. Hát a csatából tudod, hogyha olyan helyen vagy, ahol valószínűleg meg fognak ölni újra meg újra, akkor, akkor nem kell oda leszpanolnod. Elsőjezted magad? Uh-huh. Húzzátok fel az első árpocot, és megnézem, hogy itt lent van-e még valami, vagy mindent felhozott-e. Nem túl, nem túl. Egyedi ez a papi remzi. Ez nem jó cím. Nekem a Hami papi a kedvenc. Hami papi, az jó, az nagyon jó. Meg a papi nyami. Nyami papi. Nézd, papi, ha szeretnéd azonnal megölni a csatornát, igen. Akkor itt nagyon jó ötletek vannak. Látom, igen. Valahogy nálunk lett egy papi. Még annál is jobb, mint ötlet, amiket mi találtunk eddig ki szegény pannával. Mondanám, hogy édes a bosszú, de ennek aztán semmi köze nem volt semmihez. Viszont van lútja! Viszont van lútja egyébként, úgyhogy meg is állunk, felhápulnozzuk. Eladjuk azt, amit ő tőle szereztünk. Csak úgy kéne, hogy arra menjen. Szia, Joy! Forgatom a hajót, kicsit igen. Felhúzom a vitorlán. Vitorlából húzzunk fel, nagyon jó. Mm-hmm. Nem mindet. Jó, maradjon még. Na, szóval az van, hogy ez a csávó most azt érezhette valószínűleg, amit én érzek általában. A paprika az nem rossz, az tetszik nekem is. Csalódást. Hát, frusztrációt mindenféleképpen. Szerintem ő alt F4-ezett a frontban. Paprika, és a paprika tévé. Ó, köszi szépen hagyalod, a csirke úr, nagyon király vagy. Vagy Kála úr. Csatorna nevem. Még mindig azon pörög az még agyam. Kitaláltam jó párad. Csak még ki kell kőpapírolózni. Dobj már egyet, de csak egyet. Ne dobjál be te semmit inkább. Csak egyet mondja, amit kitaláltál. A sok közül. Várja. Megkeresem a doksit. Csak tudjam, hogy milyen, csak tudjam, hogy milyen vonalon induljak, ami neked tetszik. Vagy ami tetszett. Emlékszel, amikor volt egy doksim, amiben gyűjtöttem őket? Na már nincs. Menj arrébb a izétől, a harpunktól, no, kérlek. Hova lett? Mehet fel a vitorra teljesen. Ez most szopad? Aha. Lehet, hogy eltűnt a doksim, amiben írva voltak a nevek. Hát majd kitalálom. Ó, bazd meg, pedig olyan jó ötletek voltak leírva egy-kettő, ami használható volt. Meg voltak szörnyek. Elállnál a harpunktól! Mindjárt megnézem a szörnyeket, a legjobbra biztos emlékszem. Az véletlenül se. Rólam beszélünk, arra nem emlékszem, hogy mit tettem 5 perccel ezelőtt. Nem alakult jól ez a kamilla. Ó, ne, a középső vitorla nem ment fel. Nem is létezik. Ja. Na várjál, forgatok a hajón közben, feljebb húzom a vitorlát. Vagy nem? Okay. Befejeztem a vitorlát. Forgatom a hajót. Jó lesz ez a harpún. Ilyen dolgai vannak ennek az arcnak.
Tam 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 tam. Hát gyerekek, hát most lett kincs, vagy nem lett kincs? Ez a kérdés. Lesz a lényeg, igen. Lett kincs. Vér tapadt hozzája. Harpunt. Én is megpróbáltam egy párszor megkérni rá, hogy hagyja ott a harpunt, de nem hagyja ott a harpunt. Papi! Nem lehet. De engedd el a harpunt! Azokat a szarokat keresem nektek, de akkor inkább hát de engedd el a harpunt, azt keres tovább! Most már keresheted, csak a harpunt engedted. Nem lehet, kapitán! Most már keresheted. Kikerem. Hozzá van ragadva közben papi a harpunhoz. Na hát, közben nem együnk hosszú tárni az ember. Jó lett volna, nem tűnik el a faszomba. Jaj, de jó. Igen, mert leállítottam a gépet, és szerintem nem nyomtam rá egy mentést a doksira, amiben egy 11 island visited. Nincs hát még egy napja. Miért kérem, milyen butaság lenne? Meg egyszer valamikor az ágyban volt egy jó ötletem, és úgy voltam, hogy biztos emlékezni fogok. Ja, olyankor soha. Nem. Én nekem egyszer volt valami nagy ötletem a kádban. Évekkel ezelőtt, és nem tudom, mi volt az. Pedig valami ízé. Meggazdagodtam volna életem végéig. Meggazdagodtál volna életed végéig belőle? Bezony. Ezeket rögtön fel kell írni a neve, jó? A nagy világ megváltó ötleteket. Igen. Na jó van, na, adjuk Viktor, el. Azóta fixen, kitalálták már, hát, amit én akartam. Hát én részemről menná kell adni. Aha, jó. Vagy majd teljesen egyszer, tényleg a mai nap azt mondtam, ez mennyire mert csodálatos, hogy az össze valamit, gagyi, vagy az hibátlan. Nem, csak hogy gondolkodtam volna, hogy akkor South fele kell menni hát egyébként. Hát az van egyébként, hogyha 3-4-kor felpattanak a géptől, azonnal kirepülök az autóba. Kövérgázzal hajtok a nagy szidőkig, akkor még össze tudom szedni úgy a gyereket, hogy... Aha. Akkor menjünk, szerintem csak süllyedjünk el. Hát én ezt csak eladnám, ha már így, igen? Így van. Ja, hát, csak jó, jó, csak 11 perc. Hát ez persze, de 11 nincs, az outpostok nincsenek végül messze is soha. Végülis most már vannak ilyen izék, ilyen tornyok, ahol ott el lehet egyben. Ja, gyorsan. A Reaper Hideout-on adunk el, mert az itt van mellett. Akkor South, és ott el lehet adni minden mást is. Aha. Király, hát akkor South. Neki megyünk, kapitány. Annak bizony, neki. Nincs fánk, nagyon. Mindegy, átugratunk kövés rajta, és aztán majd bedeszkázzuk. Van jó még nálam egy deszka. Jön az ugratás. Nálam van öt. No, azt nagyon nézzétek. Jó, hát ez bőven elég. Balra harpun, Viktor? Igen? A harpun balra. Hát de mihez? Nagyon hát, szép munka. Föld. És húzzad. Engedj el a harpunt! Matros, nem kell! Én inkább tapasztok szerintem. Visszamegyünk balra a képesre. Na, jó, lesz, szerintem ez jól alakult. Gyönyörű munka. Ennyi juppé nem volt a Jézuson. Hát azért hát ebben azért a mai epizódban igaz azért volt egy pár lyuk, na. Igen. Itt azért lett egy pár lyuk itt közben, miközben visszaadták a kezünkbe az arcunkat. Ja. Vagy mi? Ez az az izé, ahol eladjuk, ez a kis szütyi-bütyi? Nem, azért nem messzebb kell menni Southra. Nem, az csak egy speciális bolt. Azt mondjuk, próbáljuk kikerülni. Akkor balra szerintem. Pont szembeszélünk, mert jól látom. De hát azért nem igen. Nem, de egy jó kicsit itt így izé, azt így van valamennyi szelünk egyébként. Na, elmennék, így nagyon jó. Ó, már is van a kormánynál, hát azért nem halunk meg mindjárt. Hát ezt kikérem magamnak. Nagyon jó hát ez... kormányzat. Hát ezt kikérem magam. Hát na, csak így értem. Ez úgy volt, nem hogy. Nem fájt még így ma semmi, amit mondtak nekem. Ma? Igen. Direkt mondtam ezt. Itt van mellettünk loot a vízben. Itt is van valami loot amúgy. Hol? Ja, ott balra egy elsüllyedt hajó. Nem, kilóg a sziget és köztünk volt a vízben valami. Hát lehet, hogy csak kidobálták. Szeretnék én olyan világba kalóz lenni, ahol a tengerben csak így úszkálnak a földi javak. A lútok. Hát biztos volt olyan világ még annó. Sok hajó elsüllyedt. Én ettől függetlenül szerintem az egy nagy terület volt. Tehát, hogy valószínűleg azért igen, az úgy... Ja, az nem úgy olyan nagy, mint ez a térkép. Ennél talán nagyobb? Egy kicsit nagyobb. Ó. Nem látok hajót sehunne. Ez mennyi érték lehet? Ilyen 5000 kb. Vagy 10? Több mint a semmi, és ki a kicsit nem becsülés. Következőre sokkal ügyesebbek leszünk. Ez milyen láda?
Open heaven, it's a firework crate. Wow, csak az a baj üres, ugye? Elloptuk még az nem, üres tűzi játékos lehet. Nem, de az open heart of the firework crate. Csak belet. Nincs nem, de üres. És egyébként... Ó, megyek. Kajakra meg lehet igazítani a képeket, amik itt vannak a hajón kiakasztva. Igen, igen. Mert ugye eldőlnek a nagy harcokba. Hát szétadom. Ne szapass. Mennyire húzzuk fel a vitorlákat? Wow. Teljesen, itt teljesen vagyunk. Már is itt vagy? Oh wow, itt előttünk el? Oké. Okay. Igen. Pif. Hun vagyunk. Látjátok, még soha jól vagyunk ezeknek. Dehogy nem, jó lesz, nem, nem megyünk neki ott. Oh. Én nem látok semmit, azt mondja. Oh. Kellett volna a parkolóradar. Jó lesz pip, már. Pip, pip, pip. Megálltunk. Ez, hú, ez mi hun vagyunk most? Pip volt. Hát ez most egy... Ez most a Reaper Side-out, azt hiszem. Ki mert hol a vizet meg dolga. De mehetünk még megállt, előrébb. Megállt. Megállt, hogy ne állt volna meg. Jó, előrébb. Elhúzom a vasmacskát. A szigetnek a másik oldal kell nekünk. Ja, hogy lent van a ankor. Tudod jó, hogy trigger heavy a csapat, ha meglátunk valamit, megjövünk az ankor. Akármi történik, a legjobb megoldás az az, hogyha megállunk. Átgondoljuk. Várj, ez biztos az? Mert szerintem ez nem az a sziget. De ez kim vagyok a szigeten? De ott van, ott van a sátor a másik oldalon. Jó, tényleg ott van valami. Igen. Nagyon. Hát de látom a sátor. Az egy másik sziget mögött. Ez egy másik sziget, nem? Nem, ez egy sziget. Ez a... Itt vagyok a szigeten, Maris. Itt. Ez egy másik sziget. Jó, hát víz alatt van a fele. Innen rálátok a másikra. De ez egybe tartozik. Ja, egy szigetnek számol. Aha. Jó, hát végül is majdnem. Biztos azért Reaper Hideout, mert itt a vízbe el van süllyedve egy hajó. Ő lesz a Reaper. Hát vagy mert itt bújik el a Reaper. Sziget között. Az is lehet. Majdnem. Na, itt tökéletesek vagyunk. Are you fucking kidding me? Már majdnem kim voltam. Azt visszaránk. Perfect! Na, jó lesz. Nagyon szép munka. Érkezés. Szép munka volt, ismételten. Ó, pont kit lehet itt ugrani. Hát ez ennél nem is lehetne jobb. Na, mindent a Reapernek lehet eladni, vagy itt ez hogy működik? Igen, igen, igen. Na, akkor uram, készüljön. Valaki meglőtt. Ki volt ez a paraszt? Igen. Szirén. Lement egy HP-m. Szirén, persze. De vagy már a szirén. Nincs a szirén, hogy van. Szelén volt. Hazudás. De Friendly Fire nincsen. Vagy van? Nem, vannak eszközök, amikkel van Friendly Fire. Oh, wow. Tényleg itt egy szirén. Bánt. Hát itt van a vízben és lő, hát... Aha. Látom. Majd én intézem a fehér népet. Már nem. Gyere ide vissza! Hú, ne gyere vissza! Ne gyere vissza! Meghalt, gyomorszájon lőttem. Szép. Meg papi is gyomorszájon lőtt, hogy teljes legyen. Reaper szól, de ennek biztos örült, hogy a Reapernek adtuk el a Reaper chestet, nem? Igen, ez adta a 25 kék van még coin. Belőle, hát megáll az ész, hát... Humban. Benne a vízben, ahol szirénáznak. Ah, látom, látom. Szirénáznak. Szirénáznak. Nice. Ketten is vannak még. Te akkor jó mulatás, Zsóti, mi visszük a loot. Harcolok velük. Bizony március 3-án születtem. De már nagy nyakú! Hát ki hívott ide? Senki se szeret. Bim. Ó, oh, wow, azért érzelmileg nem kell őket teljesen tönkre tenni, csak azért, mert ránk támadtak. Senki se szeret. Haver, biztos szeret valaki, de az tény, hogy nem mi. Igen, igen, imádom, igen. Hogy víz alatt édesanyád is lehet legalább. Édesanyád gondolom szeret, meg szépnek tart, de nem még. Várj, még egy shotgun lövés. Híleli magát! Mint fejezd, wow, mennyi pénz! Honnan gyűjt ennyi pénz? Most. Gemeket adtam most el. Nagyon az szép. Igen, lekvárokat? Mm. Ú, de megkívántam most a lekváros palacsintát. Ugye? Lekváros palacsint out of nowhere. Gyere vissza! Viktor, szaladj ki, amíg a srácok eladják a holmit. Indítsd az autót, hagyd melegedjen, hogy kövérgázzal indulhass. Jaj, Wolf, én nem értek ennyire az autókhoz, melegedés nélkül is kövérgázzal indulok. Hihihi.
Jövök a múltkor, izé, haza, anyum férje. Jó, azért ez ilyen urbán legenda, ez a melegedés dolog. Tehát, főleg a benzines az autó, főleg a benzines az autó, akkor nem kell azért ennyire félteni mindentől. Szóval, hogy jövök haza, és akkor így anyum férje így rám néz, ővele találkoztam, kim volt a ház előtt, és akkor így... Azt ugye hallott, hogy fura hangja van. Én meg így, mit tudom én? Hát honnan... Megy. Miért fura hangja van? És így, hát lehet, hogy szét van csúszva a mit tudom én, a kipufogó, és így... Honnan tudod? Csak így a hangja. Rettentő hangos. Hát de nem hangos ez annyira, vagy nem tudom. Szóval nyilván indítás után nem érdemes csőgáz menni, meg ilyesmi, de... Jó, nem egy picit csőgáz, vársz, mondjuk egy percet, amíg... Kicsit felkapja az olajat az aljából, a motor aljából, a rendszer, az elég bőven, a benzinet. Van még itt valami, amit el akarunk adni ennek a jó embernek? Hát, nézem mindjárt. Hozok egy zászlót, ezt a zászlót eladom. That's itt valami szirén fészek van amúgy, nem akarnak igen, eltűnni. Igen, ez a szirén azóta is lő, de mindegyel lesz arjuk. Amúgy nagyon sok szokott jönni egyszerre, vagy hát így egymás után jönnek, de... Vagy 10 szokott jönni. Hoppá, az a 3800 ki. Jó, azért összekuporgattunk egy kicsit. Én pozitívban vagyok az elejéhez képest, pedig vettem szarokat. A szuplájunk pénzét visszakaptuk, Viktor. Ó, oh, igen? Szerintem? Én nem költöttem. Well, így sokkal könnyebb pozitívban lenni a végére. Mi, de hogyan? Mert hogy így százalékosan az el nem lőtt ágyúgolyók alapján így visszafizeti? Vagy ez hogy működik vajon? Hát csak mondom, hogy kb. Annyit most visszaszereztük, nem? Hát én ezt adom, igen, én mondom, ja hogy úgy visszaszereztük, igen. Ezt úgy gondolta, hogy körülbelül annyi. Igen. Na végre. Én pozitívban vagyok a stream elejéhez képest, úgyhogy vissza kellett. És nem kellett az SMS-t. Azt nem tudod eladni a storage crate-et. Gyászadja meg akkor. Rám akarsz lőni az abóréjárt. Mondjad neki is. Rád is lőttem. Mit? Na ide figyelj haver, ha neked nem kell ez a szar, akkor ide teszem a lábadhoz, és akkor nézegessed, jó? Az penészedjen rája. Majd te elviteted valahogy a, nem tudom, a szelektívos hulladékgyűjtő hajóval. Jó van, én szerintem visszakaptuk a pénzt, vagyunk. Amit elköltöttünk. Ja, jó, de ti nem költöttetek, Zsóti. De nekem az plusz. Nekem is plusz. De szerintem nekünk is plusz Marissal. Szerintem is. Hát Fort of the Damned nem volt. De volt Fort of the Damned, csak nem volt sikeres. Megnézegettük egy kicsit. Igen, mitől billeg a hajó? Nem tudom. Kövér vagyok. Na, viszont srácok, egy öröm volt ismételten. Egyeztettünk majd még Sea of Thieves-ezésről. Én érzem, hogy egyre jobbak vagyunk. Wow, hogy Maris meg húz fel minket nagyon. Igen. Ő a hozzáértő. Igen. Kapitány. Nagyon ügyesek vagytok, szóval én úgy érzem, hogy... Nem ugyanezt mondtad volna az első süllyedésünknél. Én azt hallottam, hogy ott nem ezt akartad mondani. De nagyon szép. Mi történt? Jaj, hát de én össze kellett melegedni. Ez egy PvP-s csapat lesz, úgyhogy PvP-zni kell. PvP-zni kell. Én szeretek embereket lőni. Különben nem leszünk jobbak sohasem. Nektek is integet. Akkor nem mászok vissza integetni. Na jó van, Maris, streamesz még? Nem, mert nagyon éles vagyok. Streamesz még? Én persze, most indítom a LoL-t. Jó, oké. Végső varázskönyv. Végső varázskönyv, it is. Na jó van, köszönöm a játékos srácok, sziasztok! Én is köszönöm szépen. Nem várjuk meg, hogy elköszönnek, mert mennem kell. Srácok, papi, lol, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem jól éreztétek magatokat, következőre jövő héten fogunk találkozni. Nagyon pici esélye van egy hétfő egy péntek délelőtti streamnek, de nagyon-nagyon pici esélye van, tehát ilyen 10% alatti. Mondhatnánk azt is, hogy nem sikerült babysittert találni. Ennyi. That's it. Jövő héten találkozunk valószínűleg. Ez most egy ilyen hét sajnos, ilyen... Mert a bögre réd. Balázs? Ne, papihoz megyünk. Ne, megbeszél. Ahhoz szoktunk menni, aki ott van.
a streamen is, hogyha valaki tolja tovább a streamet. Na, vigyázzatok magatokra, nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg a többiek nevében is, remélem jól éreztétek magatokat, lesz még Sea of Thieves, viszont a héten streamel valószínűleg nem. Ilyen ez a hét, de ne felejtsétek, hogy szombaton jön vágott Minecraft videó a hétfői Ultra Hardcore-ból, és láttam egy részletet, most is Szabit csinálja, mert a héten én, nekem nagyon-nagyon nehéz lenne a dolog, mindegy, nyilván az említett és mesél dolgok miatt, és láttam egy jelenetet, elküldött egy részt Szabi, és elképesztően cool új dolgokon kísérletezik, meg kísérletezünk. Szóval, hogy még azoknak is tudom ajánlani, akik látták, mert szerintem nagyon-nagyon cool dolgokon kísérletezünk. Nekem nagyon tetszik most, amiket csinálunk így vágás közben. Nem mondom, hogy minden tökéletes, mert nem, meg dolgozunk még egy csomó mindenen, de most nagyon élvezem újra, hogy dolgozunk vágós projekteken egyébként. Nagyon-nagyon régen élveztem ennyire ilyet. Na! Jó éjszakát! Jó pihenést! Álmodjatok szépeket! Csőke! Ja, és VOD csatorna is van, nyilván csak streamek nincsenek, de VOD csatorna van. Ciao!